Ma is srácok azok olyanok, mint a víz. A víz merre folyik? Hát nem hegynek fölfelé. De a sportban viszont csak hegynek fölfelé fogod tudni. Fölfelé, csak fölfelé vezet az út. De a víz mindig arra folyik, mert a legkönnyebb neki. A 01 es férfi verzió az ilyen. Az a manusnak is néz ki, afként is viselkedik, egy manus. Ennyi. Nem kell ke túl túl. <laughs> <laughs> Akkor ti együtt mentek ma haza? Ez egész. <laughs> <laughs> Dopingolni nem lehet. De férfiként. Ha te Tudom, nagyon, fogsz mondani. Ja! Ha, ha te nagyon-nagyon ha te vered az asztalt, akkor férfiként simán elindulhatsz a nők között súlyemelésben. Tehát, hogy érted, amit mondok? Mert te nőnek érzed magad. A bajnok az, az, nem, az, nem, az, nem, az, nem, az nem föntről jön. A bajnok lentről jön. Hát meg ez, ez... És aki lentről jön, az nem mondja, hogy mindenem megvan. És pont ez a lényege. Tehát a bajnok az attól lesz bajnok, hogy rohadtul értékeli a kis dolgokat is, és végigjárja a lang, ranglétrát és végig szenvedi, végig, végig, és pont ettől lesz a bajnok. Tehát, hogy ebben ez a szépség, ez a jó benne, ez hidd el, ez, ez jól van így, ne törődjél ezzel az egésszel. <laughs> a bajnok lentről jön. Szóval, Ezt hogy vágjuk? Ő... De hogy De vagy, vágjuk. vagy, <laughs> vagy. <vágjuk, gül> ez marad. Ugye, szóval én is mindjárt sír. Ez, ez, ez előbb szóval a... Milyen férfiak <gül> vagyunk, és ez így sír. Mit te alkoholt utoljára? Nem hiszem, szóval, Mondjuk ez látszik. Kérdezzük meg a Márkot. Ez látszik is rajta. Márk, Már, mikor rúgtál mikor be utoljára? Szerintem egy fél napja. <laughs> Ciao, sziasztok! Újra szombat este van, úgyhogy újra Pure God Podcast itt az állandó vendégekkel, illetve egy nagyon érdekes személyen ma szokás szerint kiegészülve. Na de ne is húzzuk tovább a szót, tőlem balra egyből. Sziasztok, Borszéki Peti, vagyok, üdvözöllek titeket itt az újabb adásban. A legfiatalabb harcos tőlem jobbra. Sziasztok, Liszkai már üdv, üdv, hello, ismét sziasztok. Kicsit most lehet, hogy problémából problémába ütköztem, mert igen, akartam <laughs> volna mondani, hogy legeregebb harcos, de itt majd mindjárt kiderül, hogy ki is az, vagy a leg, érettebb róka, de az biztos, hogy az egyik. legérettebb, sziasztok, Bodó Igen, a Valvadel és az ifjú titánok legerősebbike. Sziasztok, jó estét a nézőknek. És az asztal jobb oldalán, legszélén nem más, mint... Bárdos is annyi, sziasztok. Így van, sziasztok, köszöntünk Szerint... téged. És szerintem én vagyok a legidősebb. Igen, ez eddig egyszerű volt. Így elsőre, igen, tehát hogy én 44. Én nem sok különbség, 40, tehát... Hát az pont négy. Nekem jó. már, amikor te megszületél, nekem már csajom volt, de minden. Ez, 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 ez. Ez ugye az óvodában volt, jó? De tényleg volt. Hát nekem megvan az emlék nevét. Hogy az Csontos Zsófinak. Uf, azt azt egy, szóval és egyébként jövő. ez maron egy dolog, mert hogy emlékszem rá, mert a név már olyan pocsék, tehát hogy semmire. Akkor Na, akkor ez komoly lehetett? Hát persze, hogy maradandó volt, mindent tudok róla. Mindent láttam. Mi volt az első, akire rávettem azt, hogy hát most azért meg kell mutatni pőremesztelenséget, és hát nagyon büszke benne, összejött. És akkor a Kásler Zolival, a pár haverommal ezt ugye megtekintettük. Tehát ennyi volt a nagy óvodai sztori, de, zene, de senki nem kérdezte még tőlem, úgyhogy végre elmondhattam ezt a történetet. Köszönjük szépen. És egyébként innen akkor tudod is üdvözölni a hölgyet, tehát... nem? Hát igen, de hát most már ugyanős vagyok meg hát büszkeség is van a világon, de hát ezek ilyen régi dolgok. Mindenkinek van múltja, hogy úgy mondjam. Ja, Hát négy éves korban ez megbocsátható, nem? De, szerintem Nem is. tudtad, mit csinálsz? Szerintem. De tudtam. Nagyon De figyelj, Sanyi, egy kicsit mesél, hogy hogy vagy, mi a helyzet, mi újság? Hát a sztorimból itt élve sem vagyok rosszul, tehát hogy én úgy gondolom, hogy most Covid ide is minden más oda, én szerintem most jó helyen vagyok, jó, hogy összeáll minden. Nem, nem, álmodom túl nagyokat sem, túl kicsit sem. Úgy minden működik, minden egybe van. És szerintem meg is érdemlem a sorsomat. Tehát, hogy jó lenne, ha ezt mindenki elmondhatná magára, hogy azt mondja, hogy megérdemli a sorsát. Tehát, hogy, hogy, tényleg nem, nem lehet okom panaszra. Két csodálatos gyerekem van, egészségesek. Egy csodálatos feleségem van, imádom. Eszem ágában nincs elválni. Tehát, hogy ezek tizen, tehát, hogy tíz éve vagyunk házasok. Ezek, ezek para nagy dolgok a mai világban, hogy tíz évet vagyunk úgy együtt, és még mindig tök jó, és, és élvezem minden percét. Nem gondoltam volna egyébként még sportolókoromban, hogy, hogy, ez velem meg fog történni. Tehát, hogy én el, elképzeltem, hogy hát, ha majd egyszer vagy kétszer megnősülök, akkor nézegettem a csajokat, tehát én biztos, hogy soványabbat fogok választani, meg nem tudom, így gondolkodtam magamban, hogy így osztályoztam, meg osztoztam, -oszt -oszt szoroztam, de, de valójában, valójában, ez úgy összeállt magától. Jó sokára, mert 30, egy néhány éves voltam, mire megnősültem. De lehet, ha hamarabb kezdem, akkor lehet, hogy lett volna válás ugyanakkor. Tehát, hogy ez egy ilyen jó dolog, nem szabad elkapkodni semmit, minden, minden megérik. De egyébként azért ehhez ti mindent tettél, tehát ez nem összeállt magától, hanem összeállt a ti segítségetekkel, nem? Tehát, hogy azért egy, a házasság az mindenképp egy, egy küzdelmes dolog, még akkor is, ha nagyon összeélnek a, a, párok, mert 11 és fél év után váltam el, ez most nem azt jelenti, hogy nálatok. De, és nagyon jó bajka volt, a volt feleségemmel, csak én úgy gondolom, hogy, hogy, a, ma igazából a kitartás veszett ki az emberekből, és ez az, ez az, ami hiányzik, és valóban egy tíz éves házasság az ma már érték? Hát azért érték, ez nagyon jó, hogy, hogy a kitartás szót említetted, mert mert azért nem egy táleper semmi. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy XY mit tudom én nagy BMW-vel jár, akkor ő neki az ingyen volt. Tehát senkinek nincs ingyen semmi, főleg a mai világban. És az a mondat, amikor így meghallgatom, mostanában egyre többször emberektől <kül> beszélgetek velük, hogy nézd meg ez is, ez is, ez is miből van, meg hogy, meg... Öreg, neked ugyanúgy áll az ászló. Tehát, hogy tegyél bele annyi munkát, amennyit ő beletett, annyi lemondást, annyi... Ö, nem is az, hogy lemondást, hanem már eleve lemondás az, hogy az idődet olyasmire álmozzad, de nyilván olyasmit csinálsz, amihez kedved van. De egy idő után már nem lesz. Tehát, hogy nekem például a birkozással úgy volt, hogy hogy... Ez egy játéknak indul. Gyerekkorban, ha valaki azt mondja nekem, hogy úgy, úgy kezd el sportolni, hogy olimpiai bajnok lesz, az szerintem hazudik, vagy dermol, demagóg, vagy val, azzal valami van. Ilyen nincsen. Tehát, hogy úgy kezdesz el sportolni, hogy elvisznek a szüleid, vagy a nagyapád, vagy bárki, valahogy meg, megismered a sportágat megszereted, és ott maradsz, mert ott vannak a haverjaid, és imádod csinálni és akkor csinálod, csinálod, és akkor lesz belőle valami előbb-utóbb. Nyilván azokból, akiknek van némi affinitása is Persze. a dologhoz. Tehát, hogy a teljesen abszínes, aki nem ért hozzá, meg nem is tudja, az abból nem lesz, de tehát kell hozzá tehetség. Meg egy pici szerencse is, de de ez a kitartás dolog, ez nagyon érdekes, hogy, hogy mostanában tényleg mindenki azt gondolja, hogy, hogy bejönnek hozzám a fiatal srácok a terembe, és akkor Hát, mester, én bruszli akarok lenni. Hát jó van, haver, bruszli akarsz lenni, oké, okay. jó pár év rá fog menni. Ah, hát, én nagyon vad vagyok. Én te, te csak mondja nekem, hogy nagyon vad. De Figyelj, haver, a kutyám is vad, de mégse bruszli. Tehát, hogy... És nem is lesz soha. Tehát... Ja. Hogy, hogy összekeverik a szezont a fazonnal, de minden kőkeményen meg kell dolgozni mindenért. Tehát, hogy semmi nem hullik az emberek ölébe, illetve mindennek megvan az ára, pont ez a lényege. Tehát, hogy aki egy, egy marha nagy céget vezet, aki, aki, most csak azért mondom, mert ez így érthető, mint a sport példát mondanék, és látszólag nagyon rendben van anyagilag az élete, az nyilván az üzleti életre tette fel az életét. Tehát kvázi, a házassága valószínűleg romokban van, vagy az ötödiket tapossa éppen, a gyerekeit nem is ismeri, és folytathatnám, de hát ez, ez sajnos, ez, mert, az, mer az életét, az idejét nem azzal töltötte. Na most én ebben ezt így pontosan látom már így 45. évesen, és, és azért próbálom úgy csinálni az életemet, hogy mindenből egy picit, mert valahol a középen van mindig az igazság. Tehát, hogyha nagyon túltolsz valamit, az se jó nek ha nagyon nem csinálod, az, a az, sem, az, sem. az, sem, működik. itt vicces, pont mi is a címe a mai adásunknak? Hát igen, az, hogy semmi nincs ingyen. És éppen egyből bele is trafáltam, amúgy még csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy mondta ezt a táleper hasonlatot, hogy éppen látsz bármilyen kapcsot a fajta kitartás között, ami neked ahhoz kellett, hogy olimpikon legyél, versus az, hogy amikor éppen az eper az nem fényes és porcukros volt köztetek, vagy akármilyen más élethelyzetben segített? Hát, ö... <coughs> Vagy azért más a kettő? Sokszor, tehát, hogy most megint csak így példálózni tudnék. Vannak emberek, akik azt mondják, hát neked könnyű volt, hát mit ott van az érmed az olimpiáról, meg adjad már meg. Jó, de azt a munkát, hogy én 7 éves koromtól fogva mindig az edzőteremben voltam, oly olyan szinten, hogy nem voltam kiránduláson soha, never ever. Tehát nem voltam osztály, nem tudom, hogy az milyen. Mert mindig... De, azt mondom, mégiscsak könnyű volt, hiszen én felírtam magamnak, hogy te 85-ben kezdtél el ugye birkózni, én akkor voltam négy éves, te a csajozást le tudtad és neki sportolni. Rájöttem, hogy a nők az egy, az egy csapda, az, az ja, ja, egy ja, csapda, ja, ezt ja, inkább ja. hagyjuk. Igen, uh, meg egyébként, ja, igen? bocsánat, csak annyi, hogy sokszor egyébként az a probléma, hogy nem látják azt, hogy az adott ember mennyi áldozatot hozott meg. Tehát látják a merciét, meg látják az óráját, Persze. de azt nem tudják, hogy, hogy mit tett bele. És pont ez a, ez a kitartás egyébként az, amit én én azt látom, hogy nagyon sokszor hiányzik. Most például a testépítésbe is, vagy hogyha az emberek nincsenek ennyire komoly céljai, de fogyásban is. És pont ezért választják inkább a kapszulát, hogy minél, minél több, és nem az, hogy, 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 hogy beletegye a munkát, és, és minél előbb akarnak eredményeket elérni. És, és az meg nincs benne, hogy alázott, meg kitartás, és előbb-utóbb nem jutnak. Tehát ja, ebből egyébként ebből a gondolatmenetből nagyon sokan nagyon jól élnek ebben az országban. Tehát ezt lássuk be, hogy figyelj, eladni egy kapszulát azzal a címszóval, hogy ilyen volt, és akkor ott egy dagat, mit tudom fekete férfi, és ilyen lett, és akkor lefényképezzük őt filmeztetni. Én erről videót is csináltam, pont is hogy ilyen tábléja volt. És van, tudom. van olyan barom, aki ezt tényleg el is hiszi, hogy még ki is fehéredett, tehát érted? Szóval ez itt a baj, hogy, hogy ami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is az. Tehát, hogy, és egyébként így visszatérve a testépítésre, ugye, Na ez egy olyan sportág, szerintem, mert ugye mi ugyan súlyzózgattuk, meg csinálgattuk, de nem azzal a céllal, ami ti. Fontos szerepe volt a táplálkozás, de teljesen más volt a cél. Na most ö, a baj... És annyit hozzáfűz, Na? szeretnék hozzáfűzni, hogy nem szeretném magam ilyen be, emelni, de én is, amikor elkezdtem versenyezni, én sem mentem már országkándulásra. Tehát amikor 17 voltam, vagy első, 16 voltam... Jó amikor első, kezdet! Első. Tehát, 16 voltam, amikor először versenyeztem, és akkor már nem mentem országkándulásra, mert eljöttem a, eljött, a Kaposváron, hogy én Alton fűszön tanultam, és ott kollégiumban nem tudsz úgy készülni, tehát nekem ajándék volt az a körülmény, hogy otthon volt ágy, nem hat emberrel egy szoba, normális kajás, akkor nekem is ez volt. Tehát az akkor nem tűnt olyan lemondásnak úgy, mert az akkor jó esett, de egy utólag mégis mégiscsak az volt, és nekem egy olyan kérdésem lenne még az előző témához, hogy amikor nagyon benne voltál a sportban, akkor mennyire dédelgetted így a, a jövődet, így a magánélettel kapcsolatban, hogy feleség, gyerek, tehát az akkor ott mennyire forult meg a fejedbe? Csak a hát sport semmi más. is vagy, nekem is. Ez ilyen aranyos volt. Nem, 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 de nagyon, nagyon aranyos, jókipi fiú, vagy jók az esélyeid, semmi Köszönöm van. De, de nekem akkor úgy volt, hogy figyelj, azért a nőket szerettem mindig is. Ja, Tehát persze, persze őt... tudod, tudom, még a paplac is tudott lemondani. Hát de ez ilyen. a csibészkedni mindig is szerettünk, meg hát azért mi sportolók azért lássuk be, nem kell az küzdeni. É, kell is. És de igen, nem, tehát, igen, nem, kell annyit azért udvarolnunk, mint mondjuk a nagy átlagnak. Hál' Istennek, ezt le is kopogom. Jó sok kalandom volt azért, úgyhogy jó. És de ezeket a dolgokat, az, hogy nekem normális feleségem legyen, meg, tehát hogy már úgy értve normális kapcsolatom legyen, normális családom, meg minden, ezek úgy nem is vetődtek fel bennem. Annyira nem, hogy hogy én nem is gondoltam hogy, hogy úgy valaha eljön az, hogy én, én nős leszek, meg nem tudom, akkor ez ilyen elképzelhetetlen távolinak tűnt, vagy nem is, nem, nem is, gondoltam rá. Tehát nem, nem, nem betűdött fel bennem, mert az, hogy én, két hetet voltam itt, aztán két hetet már Ukrajnában, két hetet meg már voltunk, mit tudom én, Münchenben, és akkor utána már mentünk a lengyel nagy díjra, tehát hogy most csak mondom a példákat. Szóval nem nagyon de volt. nem is nagyon fért van, szerintem bele van. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy lehet-e egy dologra annyira koncentrálni. Én nyilván más életterületekről tudok csak erre példát hozni, de nekem az a vélemény, hogy nem. Tehát azt a fajta elánt, és hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy te ott legyél a, a, a porondon, és, és elérd a célod. Azért, még hogyha ha de én segít is. nem akartam soha egyébként. Nem akartad? Én nem. Én... Ennyire szeretted magát a birkózást? Én mai napig imádom. Mai napig, tehát maga a bunyó az, tehát az, az... Az, 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 az viss, hogy aha. valakivel valakivel dulakszó, küzdesz, ezért nem értem még, mint azokat, akik össze akarnak velem verekedni a parkolóhely miatt, mert valójában én nem vádom ezt. Tehát, de a hülye nem látja. Tehát, hogy az, hogy, így mosolyogok, rajta, de oké, oké, okay. okay. de ez az én és egyre idegesebb. Én meg csak még jobban mosolygok, jaj, de jó. bárcsak, bárcsak ide jönnél. Miért jön, nem, de miért nem támadsz? Tehát, hogy... Na jó, csak persze hülyeskedem, de valójában tényleg nem értem azokat, akik ilyenek miatt összetudnak tudnak verekedni. De a lényeg az, hogy a verekedést, meg magát a munyót, azt tényleg annyira szeretjük, hogy meg ez annyira bevonza az agyadat, hogy meg, meg, úgy rabjává tesz, hogy, hogy mint a drog, amikor már nem, nem egy ide, akkor így, így hiányzik rendesen bőrömben érzem, hogy valahova rendjek, és olyan, tehát, hogy... szóval olyan, olyan érzés egyébként a felkészülés szempontjából ezt ki lehet használni. Tehát, hogy én annak idején, amikor csak ezt érdekességképp mondom el, nem megválaszoltam az előző kérdésedet, mert mindig Meg. csaponk <laughs> De felkészülés szempontjából egyébként a forma időzítésnek hívják, hogy az, az egy jó... Ki egy kicsit magadat? Vagy é, úgy, ahogy aha. mondod, tehát ez, ezt így is hívjuk, hogy kiejesztetés. Amikor nem engeded a versenyzőt küzdeni. Aha, nem mehet, aha. nem. Aha. Menjél láptenisz ezzel egyet, mennyi kicsit de ezt, vagy amilyet, de nem birkozhat. És uh, én ezt az olimpia előtt csináltam, mert hogy sajnos az a baj, hogy csak én voltam egyedül, aki én ezt ismert tudtam magam, és uh -huh. ismertem magam, és uh -huh. tudtam, hogy ez, ez marha jót tesz. És már kim voltunk az olimpián, és egy akkora hangárban ed lehetett edzeni, hogy, hogy hallod, ilyen repülőgépeket lehetett volna összetenni, de nem kicsiket. Egy ennyi birko, egy birkozó szőnyeg az 10 méter szer 10 méteres, tehát egy 100 négyzetméteres marha nagy négyzet. És ebből volt olyan 20 darab így lerakva egymás mellett, és akkor olyan függőnyöket így el lehetett húzni, kettesével, egyesével, vagy kettesével le tudtad szeparálni, hogy mit tudom én, az egyikbe jönnek a csehek, hogy, hogy el tudjanak szeparálódni, és akkor ott szépen szakmáznak maguknak, senki nem figyeli őket. És akkor mind, ki volt a koszt, vagy melyikbe megy? És képzeld el, hogy hát mi nem nagyon, nem akarom szídni az akkori szakvezetés, de hát Na, nem, a, nem arról voltak híresek, hogy ők, ők nagyon, hogy is mondjam, hozzá lettek volna már ilyen tekintetben személy szerint a versenyzőkhöz, hanem egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy egybébe gondolkodtak, amivel az a baj, hogy ugye van 55 kilóban is versenyző, meg van 130-ban is, és közte is még öt másik. Tehát, hogy ezeknek azért mind más kell, és különböző különböző Hát, szélesen is azért teljesen más, amikor egyenként mindenkivel másképp foglalkoznak, hát, versus, ugye, ez, mondtad, a csapatként. Másik. Igen ez meg a másik. És akkor ott van a másik fele, hogy ugye mindenki már súlyt rendezett. Kivétel én, mert én akkor váltottam súlycsoportot. Tehát 74 kilóba fölmentem, 85 kiló, nem voltam még 85 kiló, zabálnom kellett, érted nem kellett, hát én szívesen ettem, csak nem kellett erre odafigyelnem. És ez egy marha egy könnyedség volt, és jártunk edzeni ebbe a marha nagy hangárba, és mindig azt csináltam, hogy azt hazudtam, a szövetségi kapitánynak, hogy figyelj, beettem valamit Józsibá, én most elmegyek a WC-re. És akkor azt csináltam, hogy átmentem először az egyiptomiakhoz, ott volt kettő darab nagyon jó birkózó, egyébként mind az egyik olimpiai ezüstérmes lett később, a másik, az pedig megnyerte az olimpiát 96 kilós súlycsoportban, kötött fogásban. Ez a két jó versenyzőjük van egyébként, több sincs. Na mindegy, és akkor én ezekre nagyon kíváncsi voltam mindig, mert ezeken én birkoztam még annak idején, még a junior világversenyeken, és vertem is őket, de valahogy egy olyan fejlődést mutattak, hogy én arra kíváncsi voltam rájuk, és az egyik, a kisebbik az én súlycsoportomban volt. Láttam birkozni, életveszélyesen mozgott, én ezzel megkóstolom ezt a fickót, gondoltam magamba, és bementem hozzájuk. Szevasztok, jöttem, mi a helyzet? Állak, segítsen benneteket póló le, na akkor küzdünk egyet. És akkor birkoztak velem, hát figyelj, lesetettek. Esküszöm az életemre. Lesetettek. Tehát, hogy én szerintem a szőnyeget csak akkor értem, amikor a hátam volt lent, tudod. De fölálltam, puf, puf, megint dobtak. Tudod. És akkor az első néhány ilyen napon azt átmentem a törökökhöz, azokkal is birkoztam. Egyébként engedtek is birkodni, de egyedül a. Milyen hang... egyébként egy ilyen helyzetben a kapcsolat? Tehát baráti Jó, hát és mindenkit ismer, mindenki, mindenkit, ismersz, mindenki, beszé, mindenkit. Mindenkit ismersz már addigra, menőket is, Aha. de a nagy menőkkel nem engednek azért össze. És Tehát, a hogy pláne... miatt Egyrészt egy igen, meg pláne, hogyha egy súly, súlycsoportban vagytok, hmm. akkor ők nem, azt mondják, Aha. Aha. hogy ne, 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 vele már nem Aha. mehetsz. Aha. mehetsz a 74 kilósra, mehetsz a 96 kyrusra, de a 85 nem fogsz birkozni. És jól tették, mert ugye mi döntő tud birkoztunk utána. Na mindegy, nem ez a lényeg. És akkor egyszer az egyik, azt átmentem a csehekhez, átmentem a nem tudom, szlovákokhoz, átmentem. Tehát, hogy így körbejártam itt az ország szerte, a haverjaimat, akik, akiket így ismertem, de mindenhol össze visszavertek. És akkor, de még volt egy pár, hát több mint egy hetünk még a versenyig. És akkor én kitaláltam, hogy figyelj, ez, ez nem lesz jó. ahhoz szarul vagyok felkészülve. Tehát, nem tudom. Tehát hogy akkor azt gondoltam, visszafelé kullogva a sajátjaimhoz, hogy, hogy, hogy itt nem tudom, hogy mi fog történni velem, mert ezek csak játékból össze-vissza De, de akkor... technikailag voltál, vagy, 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 vagy a fizikális felkészültség? Nem, a fizikálisan nem volt baj, létben, kondícióban jó voltam, hanem egész egyszerűen ezt úgy mondjuk mi, hogy nem nincs egy, egy épkézláb mozdulatod a szőnyegen. Tehát az, amikor a finom motoros mozgást ezt, ezt nagyon aprólékos és nagyon hosszú, hosszadalmas gyakorlás. gyakorlásra és munkával lehet összerakni azt. Ütem minden, nem? Tehát hát az, is az ne ütemérzék a... is, de, mozgás beépül az de ez, 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 meg ez minden... alapból megvan, de ha, bocsánat, hogy félbevel, ez alapból megvan, de hogyha te te nagyon sok fizikai felkészítést végzel, tehát nagyon sokat kell futnod, mitől 10 hmm. kilométereket, 8-akat futsz, meg, meg órákat badizol benne a teremben, meg nem tudom, mint, tehát hogy ezeket a, a kiegészítő dolgokat túltolod, akkor az szétveri a finom motoros mozgásodat, és egyszerűen képtelen vagy egy épp Nem jó helyre lépsz oda, ahol kell. De nem, tehát pontatlan lesz. Ne, és uh -huh. ez tényleg minimális és nagyon nüansznyi dolgokon múlik, hogy sikerül-e valakit mondjuk lentről föltépni a szőnyegről, és belevágni a hátába, vagy nem. És pontosan ezek verik szét. És én mi, magyarok, mi arról vagyunk híresek egyébként, hogy mi baromi erősek vagyunk, és jó a kondíciónk, és minden, de hogy erre a Precíziós technika. A, a flow. A flow, aha, flow aha. Hogy erre a flóra nem sokat adunk. Legalábbis abban az időben ez aha. így volt. Nem so, mert, mert, a vezetőink mind ilyen izők voltak, a robotok, és hordjad a vizet a Dunába. Meg, de hát, mester, hát nem tudtam egy épkézláb De nem baj, akkor még több edzés kell <laughs> is. tényleg ez volt, még több edzés. Hát hármat edzünk egy nap. Akkor nem is fekszünk le most már, vagy mi lesz. Tehát, hogy tényleg ilyeneken gondolom. Nem, hanem egyszerűen észre kell dolgozni. És ezt magattól rájössz egy idő után, hál' Istennek én akkor már vágtam, hogy most ez így valami nem oké, mert nincs egy épp mozdulatom. Nem állok meg a lábamon a szőnyegen, hát hogy lehet ez? És akkor kitaláltam, hogy jó, egy lehetőségem van, az, hogy mostantól nem birkozok senkivel, tehát kiéheztetem saját magamat. Mert ez még lehetőség arra, hogy összeálljon az egész. És és szerencsére igazam volt, ehhez még szükségem volt egy jó sorsolásra, hogy be lehessen menni azért könnyedén, tehát nem mindjárt a világbajnokkal kezdeni. Na ez nem jött be, mert mindjárt a világbajnokkal kezdtem. <laughs> uh, és, és nagyon vicces volt, mert a, a Majoros Pistivel volt a szobában, ő egyébként Aténban nyerte az olimpiát 55 kilóban, kés, tehát az a következő olimpián de ott nem nyert, és akkor ő meg pont súlyt rendezett, és feküdt az ágyán. És bementem, én jött, tudtam jönni, menni nem kellett, hogy kopláljak meg semmi. És akkor bementem a szobába, és jó szemétláda módon hoztam magammal egy dinnyét. Találtam a kajádában egy sárga dinnyét. De egy ilyen jó megérett sárga dinnyét. Olyan illata volt, hogy beszarás. És beléptem az ajtón, és csötét volt, tudtam, hogy a zombi fekszik az ágyon, mert már nem tud semmit csinálni, tényleg annyira szarálapod volt és akkor nyit, nyitottam az ajtót, pityú, pityú, azt a dínyét, Nem, ú, úgy, úgy hogy nem, nem nyitottak ki, tehát hogy minden energiát már tudod, nem nyitja ki a szemét semmit, tehát minden energiával spórol, és a száj is úgy mozog, mint egy hasbeszélőnek beszarás Azt a dinnyét benne hoz ma a gyomvernek. Tudod? Már érezt a szagát, nem is látta, hogy mi van És fölraktam a szekrény tetejére, mert tudtam, hogy ha el is érné, annyi energiát úgyse fog beletenni, hogy, hogy fölgorja meg, fölgorja és fönt, föltettem a szekrény tetejére, és akkor mondtam neki mérlegelés után, hogy figyelj, a Marti el kezdek. Ő, hát ő a svéd 85 kilós válogatott volt, de az előző évben abban az évben ő nyerte az eb az előző évben meg a VB-t. Azt jó. Tehát, hogy, és egy ilyen, hát ilyen fazon, mint te. Ilyen, Többszli. Basszus, egy ilyen kötörő vadállat, tudod, aki <híl> ilyen nagyon erős, na, érted? És akkor, hát én tudtam, hogy na itt akkor most baj lesz, mert hogy én meg és, de viszont a csávó baromi sokat fogy. Tehát ezt tudni kell róla, aki nagyon erős, az általában nem annyi kiló a súlycsoportjában, mint a többiek, hanem ő neki nagyon sokat kell rendezni a súlyát, és ez megviseli. Nagyon. És mondja nekem a Majoros Pisti, mert ő már többször megismerte a Lidberget, én, én még akkor nem ismertem a Martint, és akkor mondja, hogy figyelj, Na majd most megtudod, hogy milyen, milyen, erősek ezek a 85 kilósok. Mindig kérdezgettem tőle, hogy figyelj, 85-ben milyen erősek a csávók. Ez nagyon erősek. Mert ugyan birkóztam egy csomóval a kvalifikációs versenyeken, meg itthon is, meg, de komoly világversenyen nem voltam 85 kilóban, az nagyjából pont az olimpia volt az első. És képzeld el, hogy jó, már ebben a súlycsoportban is képzeld el, hogy pont vele kezdtem, és akkor ennyit mondott a Pityu, hogy most megtudod, hogy ezek milyen erősek. De mondom, miért? Azt mondjam, mert ez azok között is a legerősebb. <laughs> <hállt> és egyébként pont ezt szeretném a ezzel kapcsolatban hogy... kérdezni, hogy Sanyi, az az egy hét, amit ugye mondtál, hogy ez egy kvázi kudarc élmény, után döntöttél mégis így, hogy akkor most egy hétre kiérzteted magad. Igen. Hogy ezt azért, hogy dolgoztad fel egy hétig? Tehát, hogy még benned volt az, hogy jó, itt mindenki hülyére vert, Májön. de tehát ennyire... Át tudtad az egész hát az... koncentrációt már arra fordítani, hogy. Ugye, én nem vagyok egy tudatos ember ugye az életemet tekintem, mert szeretem, hogy visszarendület, nem? Szeretem, ha meglepnek, szeretem, ha meglepnek, szeretem, hogyha ha, ha úgy megtörténnek úgy a dolgok, és akkor arra én majd reagálok. Aha. De ez Aha. olyan, mintha hát, a 19 ez re lapra húsz Én Erre akartam ez kicsit kiokadni. Tehát ez ugye az első van a szarul is. Ez konkrétan. Aha. Hát, vagy csak szarul, igen. Aha. Tehát ez nem el. De nem volt más lehetőséget hát most mit? Vagy választom azt, hogy leszek mitőbb, 12 dik egy előkelő 12 vagy 19-re lapot húzok, és akkor. De te ezzel Van a tudattal voltál abban az egy hétbe, hogy most 19-re lapot húzol, igen. és ez az egy megoldás, és vagy sikerül, vagy nem? Igen. Igen. Ez a kiesztetéshez. az... Uh, volt voltam szóval 23 éves, tehát hogy mi választásom hozzá. volt még. Én nem turistának megyek oda. <laughs> Persze. Ezt én, ezt én, Persze. én minden világversenyre úgy mentem oda, srácok, én nem turista vagyok. Ez nagyon jó. Amikor verseny van külföldön, és a hogy megnézted ezt, meg azt hát miért nézni meg a versenyt. Dolgozni az -e. csak, csak így a flóra visszatérve, hogy Tók. a márka, pont erről beszélgettem edzésről, hogy most ment le az ő szezonja, és hogy nagyon fontos az edzés flow. Tehát, hogy most... E így szezon után annyira nincs kedve edzeni. Mondtam neki, hagyd is kicsit, hadd ülepedjen le, le, és amikor flóba vagy, amikor vissza, tehát amikor tudsz építkezni, és megy a folyamat, nem csak cibálod, cibálod, abba belefárad és igazából pont a, a GSP-nek... Belefásul. Az, belefásul. És pont a GSP-nek az edzője mondta ezt az edzésflót, hogy mennyire fontos, hogy keletről nyugatra mennyire változnak az filozófiák, hogy valahol foglalkoznak a technikai gyakorlással, mert neked is ezt mondtam, amikor googoltunk, hogy nem a 90 os terheléssel tanulsz meg googolni, mert az túl nehéz. Nem, a, nem az üres ruddal tanulsz meg, hogy súlykezelés nem érzed, hanem valahol a 60 on tudsz technikát finomítani, mert ott van is rajtad valami, mozognod is kell, de kontrollálnod is kell. Tehát tényleg ott, ott is pont középen van a jó edzés munka. Azt bocsánat. És semmi, csak a kiéztetéssel kapcsolatban, ugye mondtad, hogy ezt ezt találtad ki, hogy akkor így, így, így éhesen mész neki ennek az egésznek. De ezzel kapcsolatban egyébként itt testépítésben is sokszor lehet ilyet hallani, hogy olyan szinten is kiéztetik magukat, hogy mondjuk szex megvonás vagy. Na, az közös még jobb az. Tényleg kíváncsi vagyok. hogy, az javasol, az hogy az, ilyen van-e. Ez, van -e ez, ez egy engem volt, is nagyon érdekel. Mert ennek is van a science -e, és lehet így pro control figyelj, vagy érdekel, hogy te mit éltél. Ez egy olyan dolog, hogy volt egy mesterem, úgy hívták, hogy Hoffman Géza, őt mindenféleképp meg akartam volna említeni, mert annak idején a Hoffman Géza egy, egy, nyugalmazott alezredes katona tiszt volt, és a budapesti honvédban ő volt a, a, vezető edző egyébként. És ő engem kivett a nagy ember halmazból, mert látott bennem fantáziát, és velem foglalkozott meg még két, már három másik sráccal, akik szintén egyébként Majoros Pisti volt az egyik, és fosorolhatnám. Tehát, hogy szintén azokat a srácokat tudta kivenni, akik, akik, akik tényleg tehetségesek. Meg volt hozzá a szeme, akkor egyértelműen. Igen. Hát érezte. És mindig azokat a lovakat kell ütni, akik, akik húznak. Persze, Tehát, hogy persze. értem, hogy szarul esik a jó versenyzőnek, hogy hogy mindig csesztetik, de azt a lovat verjük, amik húz. Tehát, Igen. hogy ennyire egyszerű a sztori. És visszatérve a te kérdésedre, az öreg mondta el nekem azt, mert sokáig nem is nagyon mertünk tőle ilyesmit kérdezni, hogy mester, hogy ez, ez mégis, ez a, ez... ők írták az első szakkönyveket egyébként a testnősi Egyetemre, ez a lényeg ez, hogy ő, ő tudatosan is nagyon-nagyon észnél volt, és a gyerekek oktatásában ő nagyon az egyik, nem is tudom, élenjáró szakember. És a testnősi Tanszéken ő volt a birkózás tanszék vezetője nagyon sokáig. Most a Barna Tibor, de akkor éban ő volt. Én 10x évesen jártam vele vizsgáztatni annak idején. Tehát, hogy ez, én ez nem vagyok kedvence egyébként a hazai na Isten, edző társadalomnak, mert hogy nem egyet, nem kettőt, hogy mi vizsgáztatunk és Én voltam a kis takony póctod, aki én, én úgy tanultam a szakmát, ahogy ő ezt megkövetelte az mm. egyetemem. És akkor kihúzták ezek tételesen, hogy na mi a szakmai gyakorlatból a vizsgatételük, és akkor elolvasta a, a, a birkozó, a, tehát a birkozó fogásoknak van mindegyiknek egy, egy szleng neve, amiket így a versenyen kiabálva hallasz, meg egyébként, hogyha UFC-t nézel, meg ilyenek, hogy vannak egy slang, slang, nevek, és van egy rendes definíciója, ami egy hosszú barokkos körmondatba leírja magát a mozgást. Na most ezt, hogyha kettőt-hármat elolvasol egy ilyet, a negyediket már hiába olvasod, de nem fogod érteni, mert egyszerűen az agyad nem, nem fogja, fo, nem fogna. És, de hogyha így, így tanulod, akkor nem gáz, és akkor jártam vele, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az öreggel, az öregtől kérdeztük annak idején, hogy hát, hogy ezzel mi a helyzet. És akkor ő elmesélte, hogy a fú, melyik, nem, meg nem mondom, melyik nagy elődünk, olimpiai bajnok, de ilyen század elején, tehát, hogy tényleg nagyon régi olimpiai bajnok, hogy ő, mert ő ismerte ezeket személyesen, és akkor hát ugye együtt edzettek, és akkor mondta, hogy hát ő volt olyan köztük, és mondta, hogy ki, talán jobb is, hogy nem mondok nevet, hogy ő például azt csinálta, hogy, hogy nem megvonta magától ugye a, a, testi örömöket minden tekintetben, és, és akkor volt olyan nap, amikor voltak ilyen sikáló kefék a fürdőszobákban, és akkor behozta a fürdőszobába, és azon feküdt alvás közben, hogy elterelje a gondolatait arról, hogy most sátortábor van, és meg mindenki. hogy a nők. És akkor, tehát hogy ezzel, és, hogy, és, és, azt mondta, hogy neki ez, ez működött, de hogy ez annyira személyre szabottan változik emberenként, és akkor én kit találtam meg ki, eszeltem magamnak, mert én hajlamos voltam átlépni a szabályokat, hajlamos voltam mindig is sokkal többet beletenni, vehemenciában, ha kellett, akkor összeverekedtem az ellenfelemmel a szőnyegen. Tehát, hogy nem egyszer volt az, hogy leléptettek meg. Rólam mindig az volt a hír, hogy én egy ilyen balhés arc vagyok. Nem vagyok balhés, csak győzni kell, nem turistának jöttem ide. És hogyha ez az kell, hogy belevágok a pofájába ököllel, akkor ezzel kell a ez, és belevágok a pofájába. De ha az ellenfelem megcsinálja velem, mi nem sértődöm meg. Persze. Mert én ugyanezt megtenném. Persze. Tehát, hogy pont ez a lényeg, ha veled csinálják, akkor ne legyél megsértődve. Úgyhogy és ennél a résznél, ennél a szexuális kérdéseknél én, kérdeztük az öreget, és akkor én ezt azt találtam ki, illetve az derült ki az évek alatt, hogyha ha én hanyagolom a, a nők közelségét, hogy így mondjam, szofisztikáltan, verseny, verseny előtt, <t> akkor, akkor bennem annyira túlteng a, a tet tetrekészség, a, a, a hogy én akkor, akkor valójában össze verekszem, de nem csak az ellenféllel, hanem akár az edzőjével is. És akkor hát nyilván ezt úgy tudod, hogy levezeted az energiákat, és akkor még az utolsó napon gyorsan el kell menni valahova, vagy összeverkodsz egy csajjal. Tehát, hogy nem tudsz mást. És akkor én, ne, nekem ez jött be. Tehát, hogy én akkor voltam nyugodt, akkor tudtam átgondolni a dolgaimat, és higgadt maradni, és hidegvérű, mert a hidegvérű a legveszélyesebb egyébként Igyan, a szőnyegen, ilyen. aki mosolyog, és közben kitekeri a nyakadat. Aki ideges, vicsorog, és, és agresszivitástól fűtő. Nem? nem csak az, hanem a, egyébként a küzdesben egy marha érdekes dolog, ez szintén egy dolog, amit meg kell tanulni, hogy oké, okay, hogy verekedés, és ez mondhatom az ökölvívásra, a judóra, a birkózásra, az mma -ra hogyha te kapsz egy nyakast, vagy, 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 valaki szemétkedik veled csalással, tehát hogy nem, nem szabályos módon csinál valamit, a bíró nem látta, elment, és genyó, és egy igazi tetű, és benned rögtön fölmegy a pumpa, és na, akkor ezt most kinyírom, ezt a mocskost, és vissza akarod adni, tehát bosszút akarsz állni, bántani akarod, nem legyőzni, hanem elpusztítani akarod az ellenfelet, akkor ezek a dolgok azok, amik visszaütnek, tehát az összes küzdő ez a gyönyörű, hogy ha, ha te ostoba vagy, és a, a, az indulat vezérel, akkor már nem arra figyelsz, amit csinálod kell, és még többet fogsz hibázni, kapod a párját. És még egyet, és még egyet. És még jobban mész előre? Ott és már nem így, tudod visszafogni ott magad? Már nem, nem tudod? Teljesen, teljesen begőz igen, saját magadat bele a csodába. Csak. Teljesen begőzölsz, és mész, és mész, és a végén le is fognak ütni. Hát pláne, hogy azért agyban is nagyon ott kell lenni. Hát nemrég, ugye pár hétvégével ezelőtt próbáltuk ki a Gyugyicut és azért ott is megtapasztoltuk, hogy azért nagyon ott kell lenni a Tehát, hogy előre tudj gondolkodni, hogy tudjál reagálni a másnak a lépésére. Azért ez birkóban hát, is megvan, bár én csak két évet hát birkóztam. A birkózásban... 8 éves kor, amíg szóval nem nem Figyelj, is a birkózásban különösen megvan a jiu-jitsu, azért jó, mert ez most egy nagyon népszerű dolog, grappling, jiu-jitsu, ezek szere. Sokan kipróbálják a birkózáson ellentétben, és felnőtt korban. Ezért az emberek hajlamosok azt gondolni, hogy csak ezekben a sportágban van meg. Nem, ezeknek az ősapja a birkózás. Tehát majd mindjárt történel még elkezdem elmondani ezt az egész dolgot, de ezeknek az egésznek az, a, az őse a birkózás, és minden abból jött, ez az alfa és az omega. Most az, hogy abban szerencsénk van, hogy most van egy ilyen, hogy Olimpik wrestling, és ezt láthatod még mai napig, de valójában ez, ez, ez már több ezer éve nem divatos dolog. Tehát, hogy mi, mi vagyunk az út, ilyen mohikánok vagyunk, ilyen. ilyen nulla egyes verziójú barmok, akik még ezt itt csinálgatjuk és élvezzük, de valójában van egy, van egy, van egy elméletem erről az egészről, hogy egy történelmileg is tök jól le lehet vezetni, és még be fogod látni, hogy talán még igazam is van, vagy igazat adsz. E, időszámításunk előtt 800 ba tehát Krisztus előtt 800 évvel, ugye már volt ókori olimpia és voltak olimpiai számok, leginkább ugye a, az atlétikai számok voltak nagyon népszerűek, és ezekről tudna, vannak győztesek, bajnokok, stb. Most a birkózás ugyanilyen, megvannak a bajnokok, a győztesek, de a legnagyobb bajnokok kik voltak, Na ez az, amit sokan nem tudnak. Ők voltak az istenek, tehát hogy olyan szintű istenek, hogy hosszú katinka, egy baromi jó sportoló, és egy na ú, mindenki ismeri a világon. De például Krotoni Milon, ő, ő egyik, négy-öt négy, ilyen embernek a neve maradt fönt, aki ilyen görög mitológiában felelhető a neve, és ilyen különböző ilyen mesék, meg, meg mítoszok vannak az ő tettejéből. Házi félistenek, nem? Tehát, hogy ilyen hát félisteni kon magasságban. Konkrétan. Benne. És ja. a csávó megnyerte ugye a Pentathlon games belül a kötött fogású bilköz, a görög-római stílusút, amit most is meg tudsz nézni az olimpián, csak most már hülyébb szabályokkal akkor a, a, népi birkózásokhoz hasonlító szabadfogású birkózást lehet gáncolni, meg, meg lábat fogni, meg ilyenek, ami egyébként rokon szakma, de mégsem ugyanaz. És megnyerte a pankrációt, ezt pankrésznek hívták, a pankráció volt az, ami az MMA-nak az őse. Tehát az MMA volt... Tehát gyakorlatilag a... egy full kontakt ö, Igen, forma? A Szambó, meg az összes ilyen, ezek mind-mind-mind ilyen népi birkózások Ugye. egyébként. Sasbírkózás, Szambó, Cash and carry, meg nem tudom, itt csomóféle van. Minden népcsoportnak megvolt a saját birkózása. Ez már történelme alakult ki. Tehát minden népcsoportban el kellett dönteni, hogy az emberek elkezdtek együtt lakni, csoportokban. Hogy na akkor most ki mondja meg, hogy merre menjünk, ki mondja meg, hogy kizabálhat a legtöbbet, ki lesz a legjobb csaj, stb. De nem úgy döntötték el, hogy kinyírták egymást, ez baromság. Persze. <laughs> de... <laughs> Persze, de most, ha én kinyírlak benneteket. Akkor nem marad senki. Ti, ti vagytok az arcok, tudod, ja. mi vagyunk mindenki, azért vannak ja. csajok is, enyém a legjobb. nem eldönt, De nem tudjuk de, el eldönteni, na nyilván abból verekedést tesz, de én kinyírlak benneteket. Akkor amikor majd átjönnek a szomszédból elvinni az összes csat meg az összes lesz. kaját, akkor én egyedül maradok, ja. és ezek meg kinyírnak ja. engem. Ja. Tehát azért ennyire hülyék nem voltak, úgy kellett eldönteni, hogy ne nyírják ki egymást. Na most ezek voltak ezek. És a népibíróság példáján, ez a Ő is akit említettél, a, a, progresszív terhelésnek a példája, mert ugye a legenda szerint, hogy minden nap elvitt egy bikát X távon, és ez a bika... Nem egyet. napról, egyet. Napról napra nagyobb lett a bika, és a végén már a felnőtt bika. De látod, a hogy ismered a sztorit? Igen. Tehát, és, eb, és, és, és itt... az, Ilyen a súlyválasztás is, most mindig egy várjá... kicsivel nehezebbet vitt, de vitt, nőtt a, nőt a, bika, és a végén X száz na napról van akkor már mindján, egy nagy bikát. Mindjárt elmondjuk a sztorit, de a lényeg nem ez. Ez, amiről most beszélünk, ez edzéselmélet. Ez edzéselmélet. Ez az edzéselmélet, ez egy tantárgy a TFN. De van egy másik tantárgy, az, hogy mi most itt beszélgetünk róla. Ezt hogy hívják? Marketing. Ez a sportmarketing haver. A csávó három ezer évvel ezelőtt élt. Három ezer. Most csak úgy kérdezem tőled, van most olyan sportul, aki három ezer év múlva még említik a nevét? Én megmondom neked őszintén, amikor marketingről, meg ilyen dologról van szó, mindig azt mondom, hogy nem a marketing trükkökre kell figyelni, a teljesítményre. Az önmagában magában. Ez, a, a hordalék. Hát, az, az, írni, az kevés, csak most a kevés, figyel... Most te nem Hozza oh, de... magával. Ne, ha jó csak... vagy, ha nem, nagyon jó figyelj. vagy, akkor hozni fog. Ez, Igen, ha ez, ez, ez amit te elmondtál, hogy, hogy az úgy történt egyébként, az a, a legenda szerint, hogy az első olimpián, amin elindult a Milon, azon veszített és nagyon el volt szomorodva, ment hazafelé. És azon agyalt, hogy hogy lehetne több erőre szert tenni, hogy lehetne hatékonyabban edzeni, úgy, hogy a következőt megnyerje négy év múlva. És akkor, ö, akkor vett egy, egy, kis üszőt, egy kis bikát. És akkor, na, kit, és minden nap az üsz, fölvette a nyakába, azzal edzett, lépcsőzött, nem tudom, az, ez csak egy edzésterv volt, de, ki, de ezt kieszelte. Na most négy év múlva ez már nem egy kis bika volt, hanem egy nagy barom. És elment az olimpiára, összevert mindenkit. Hazament, levágta egyedül a bikát, és meg is ette állítólag a sztori szerint. De a lényeg az, egy csomó olyan sztori van még, olyan mesék ebben, amit lehet, hogy mondjuk te nem hallottál, de mi birkózók ugye az őseinkről tudunk és hallottuk. És, de ezek legendák. A csávó saját magáról kezdett el még életében legendákat alkotni. Hát megcsinált a saját legendáját. Tehát a legnagyobb profi. Ez, 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 a sportmarketing. Amellett, hogy olimpiát nyert, egy olimpián három aranyérmet nyert. Hát ez a legnagyobb királyság küzdősportban, senki nem tudja megcsinálni. Hát ne viccelj. Persze. A haláláról is egyébként legenda szól. Az egy nagyon balek legenda. Azt, azt mondjuk biztos nem ő találta ki. <laughs> <laughs> Úgyhogy ezek, ezek marha nagy dolgok, és számomra egyébként ez maga a történelem. Na most egyébként történelmileg visszavezetni azt az egészet, ami most történik. És hogy miért tartott a birkózás, hol tart, hogy arra valamilyen szinten azért te is ki. Mert nem lehet megújítani. Uh -huh. Nem tudsz. Nekünk meg. volt egy vitánk egyébként, pont a legelsőet, hát ugye, ahogy beszéltük is, ez pusztán csak a harmadik adásunk, de a legelsőbe mondhatni, ilyen atok megpróbáltunk valamit csinálni, és, és, ott egyébként följött ez a téma, erről egyébként nagyon megosztottak a vélemények, hogy ki az, aki szerint mondjuk a testépítés az fölfele, lefele, vagy ne Isten stagnál. És én erről szeretek volna téged megkérdezni, mert félig meddig azért erre kitértél, hogy szerinted most nem feltétlenül egyre a fiatal srácok között, és ezt én egyébként sok sport esetében látom, Egyébként Ámblok arról is beszélhetnénk, hogy úgy, Ámblok a bunyózás egyébként milyen irányba megy, mert szerintem egy profi ökölvívás is tök más státuszó volt még 10-15 évvel ezelőtt, mint most. Szóval látod. a UFC az lehet, hogy megy fölfett, és erről egyébként neked mi a hogy mit látsz mögött oknak, és akkor akár a birkózást is ö, behozni a körbe. Ö, na most nem biztos, hogy mindig PC lesz az, amit mondok, de, de a lényeg, hogy én szerintem a történet nekünk embereknek, tehát Azért komoly férfiak ülnek itt ennél az asztalnál, Mindegyik, mindegyikünk azért föl tud emelni x súlyt, csinálta, gürcölt, megizzadt edzésen, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, hogy komoly edzés. De ez most már nem divat. Érted? Nem divat. Tudod, mi a divat? hogy milyen, milyen formájúra szeded a szemöldöködet, meg hogy milyen fésülod a hajad. Igen, most már a idő. ez idő volt. Végre! A, a ez haj! A ne, ne, ne. Ez a baj, mert ez már, ez már nem a teljesítmény szó, hanem pávák vannak. Érted? Pávák. Egyébként, bocs, hogy belevágok, csak hogy már te, ugye most nem rossz volt, a legfiatalabb közöttünk, hogy te a vagy egyébként mit látsz, vagy hogy reagálnál Sanyi ezen felvetésére? Ami nem piszi, de, mi nem píszi, az... de, de, de lehet, hogy részben igaz. Szerintem én, egy, én egyet értek vele. Most így nem tudok hozzáfőzni. Nem is mernél más. <laughs> <tűző> a aztán az ezért, ezért, ezért a legrövidebb utat. Azt szoktam mondani, hogy a mai srácok azok olyanok, mint a víz. A víz merre folyik? Hát nem hegynek fölfelé. De a sportban viszont csak hegynek fölfelé fogod tudni. F fölfelé, csak fölfelé vezet az út. De a víz mindig arra folyik, amerre a legkönnyebb neki. Tehát, hogy megkeresi, hogy kikerüli a követ, nem tudom mint tehát nem átfúrja meg, érted? És Fúrva. akkor mindig úgy a könnyebb utat válasszák, mindig, jaj, hát én is úgy szeretnék egy ilyen szép öltönyt, de hát nekem nincs erre, Akkor a könnyebb utat válassza, próbálkozik, ugye, érted? És, és ez megint divat kérdés, mert di, ez divat, kimondottan divat, hogy például a lányoknak ki tetszik? most már nem ezt tetszik. Egyébként ez így van, Laci, hát, hogy a te is tudod. Ezzel nem, nem értek egyet. Ugye, Pont az, a... igaz, az igazi nőnek még ezt tetszik, mert pontosan ja, a, a 0-1-es férfi verzió, akinek nem ezt tetszik, az a te nem akarja haverkodni. Akkor nem leszel tíz évig nős, azt hidd el. De a 01-es férfi verzió, tehát nem a 02-05-100-as, amik most vannak, hanem a 01-es férfi verzió az ilyen. Az van manusnak is néz ki, afként is viselkedik, egy manus. Ennyi. De nem szám kell, túl kell túl Akkor ti együtt mentek ma haza? Ez nem, hát én, nekem ez, 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 a, ez, a, véleményem. Tehát, hogy ez csak egy sima vélemény, nem biztos, hogy igazam van, de ez egy divat, hogy mostanában az a menő, hogyha olyan szűk a gatyája a csávónak, hogy kigubad a szeme, érted? Tehát, hogy... De nem azért, mert vastag a combja. És nem <laughs> azért, hát most ja. hány ilyet láttunk, kézen fogom mennek, Persze. és a csajnak vastagabb Persze. Van, mint a fickónak. És azt mondom, hogy most lehet, hogy a kutya elő hamarabb elfut a srác, de valójában nem ez lenne a feladat. Az, 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 az hát nem, nem ez lenne a feladat. Az vagy az... érted, ráesne a csajra valami, hát kiveszi le róla. Én nem mindig vagyok ott, meg ő sem. Érted? Hát most akkor ő végignézi, hogy a csajt nagyon nyomja valami. Hát ez... ez és nem látsz abba valamilyen szinten korrelációt, hogy ugye azt szállasztják a fiatalok, ami könnyebben elérhető, és ugye azért a napvégén minden üzlet, erről már sokat megint csak vitatkoztunk, ergo most tökmérte, hogy milyen szegmens, milyen sport, milyen sportszergyártó, tökmérte, hogy mindegy. miről van szó, a napvégén nyilván azokat próbálod targetelni és elérni. Aki a célközönség, és hogyha nem ez a által 01-esnek nevezett férfi típusból van a legtöbb, akkor ez, ez még inkább csak el fog abba az irányba, hogy ez a pávák irányában, ahogy te megint csak hívtad őket, fog elmenni, mert ugyanis ez fog minden onnan folyni, mindenki ezt csinálja nem arra fognak koncentrálni a cégek, a vételgyártók, Ki a mit tudom én, a, tömeget. a tömeget kell kiszolgálni, hogy a Petri hát is mondja. De én az van. a baj, hogy nem utat mutatunk, hanem követünk. De és de ebből vannak csak a, a tehát, ez egy visszafordíthatatlan folyamat, nem? Tehát én, nem. én erre akarok. Szerinted nem, ez nem, visszafordítható? Vagy vissza fog Visz... ez fordulni? Visszafordul magától. De mitől fog? erre viszont nagyon kell én a saját, én a saját példámat tudom, tehát a saját, példám, a saját szakmámból adódott példám. Nekünk nem kell kitalálnunk a meleg vizet mert az már van. Tehát, hogy megnyitod a csapot, is van. Tudom, jó azt gondolni, hogy mi találtunk ki valamit, de rohadtul nem így van. Én éveket áldoztam a karrieremből arra, ezt nem tudják sokan, hogy én már pedig ki fogok találni egy olyan fogást, amit még eddig senki nem csinált. Tesó, több mint három ezer éves írott történelmünk van. Szerinted ki tudok találni valamit? Mindenre gondoltak már. Tehát, hogy nem tudsz újat kitalálni, érted? Ugyanez a, a, az, hogy most te építed a testedet. Én is mindig azt mondom, a spanyol, hogy azt már nem lehet feltudni. Nem, nem tudod kitalálni. Értem én, hogy a mi segünkből jön a napfény, de valójában nem. Tehát, hogy érted? Nem kell nekünk kitálni semmi újat. Tudod, mit kell csinálni? Meg kell nézni, hogy hogy csinálták az öregek régen. És ab, azt, ahogy ők csinálták, azt kell egy picit átemelni ebbe a korba. Egy kicsit modernebben, egy kicsit gyorsabban, gyorsítani rajta, egy kicsit, hogy mondjam, átgondoltabb legyen. De nem kell kitalálnod semmi újat. És például nálunk fogásokban abszolút van divat. Idők szakonként visszajönnek fogások, mint a divatba hogy most ilyet hordasz a után után. Olyat... De ezek hatékony ezek fogások? Hogy, is, hogy a fenében? Visz... E? Hát persze. Hogy megy ki a divatból? Úgy, hogy már nem, nem csinálják, és akkor hát. meg a szabályok is úgy jönnek, megint gyorsul egy kicsit a, a, a rendszer, már nem nem olyan végrehajtható, és akkor kikopnak fogások. Például a Magyar Birkozó Szövetségnek szerintem egy kezemen meg tudom számolni azt, hogy hányan tudják, hogy valójában a Magyar Birkozó Szövetségnek a logója mi. Nem tudom, biztos be tudjátok ezt így rakni. Én tudom, én is csak azért, mindenki azt hiszi, hogy ez egy szuplex. Nem, az nem egy szuplex, az úgy hívják, hogy álló hiszler. Egy nagyon-nagyon-nagyon őségi fogás, senki nem csinálja már. Én tudom, mert megtanultam az öreg mesteremtől ezeket a, ezeket a régi logokat de ezeket tudni kell az összes kis takonynak, mert hogy tudná akkor, hogy ő honnan jött meg ki, meg mit tanulsz, most hát honnan tudna? nem tudhatnád addig. És szerinted ez a fajta ilyen vissza a gyökerekhez, És vagy a tisztelethez? De várjál, hogy hogy jön ez Igen? vissza? Igen, ne, én ezt nem értem, én hát nem ezt úgy látom. jön vissza, most figyelj, mondok egy példát. Ott volt a római birodalom. Egyszerű a sztori. Hedonizmus volt, már mindent lehetett, Mind, minden volt. Minden elérhető volt. Étel, ital, nő, nem tudom én, szerencsejáték, minden, minden volt. Cirkusz. És mindenki római akart lenni, érted? Most mik vannak? Megint ilyen nagy birodalmak vannak. Ez már egy kicsit politikai lesz, de valahol ez az én szakmámban, ez így néz ki. Na most a római birodalomban ugye szórakoztatni kellett az arcokat egy, egy hátsókertes, pusztakezes boxmérkőzés, vagy egy ilyen gyilkos, birkozó mérkőzés, ilyen, ilyen élethalálig tartó, ez mikor volt népszerű? Soha nem volt népszerű, mindig underground voltunk, mindig hátsókertekben, titokban mentek ezek, de volt, csak mindig eldugva. Nem voltunk szem előtt. Mikor kerültünk mi ennyire szem elé mindig? Amikor már az emberek nem az életükért, meg a megélhetősükért dolgoztak, hanem hanem már tényleg a jó létér. Hanem, ó, legyen még több, legyen még egy kecském, legyen még egy lovam, érted? És akkor megérte ezeket az embereket táplálni. Hát egy ilyen csábot nem olcsó dolog táplálni. Erről tudnám eseni, Laci, nem? Azért? Érted, amit mondom. Nem? Nem? Tíz Erről ezt, mi is tudsz, ezt, azt, ezt, ezt hívják úgy, hogy hedonizmus. Ma is, az van most. Csávó annyit megzabál, ami, de most, ne, és nem, nem, nem az gondom. Annyi tápanyagra van szüksége, az... hogy így nézzen ki, Egyértelmű. amit amit a múlt században egy csávó egy egész héten nem kapott Ez így van. meg. Ez így van. Na most várjál, de régen ugye meg kellett osztani, nem volt. Most van, most elérhető, most minden. Hát fogyasztói társadalomban élünk. Kik kapták meg ezt régen? A hadsereg, a katonák, akik megvédték a törzset, megvédték a várat. És azokat zabáltatni kellett, mert ha jönnek a törökök, meg a nem tudom kik, érted, ki fog megvédeni, érted? Csak mondok példákat tehát azokat etetned kell, inkább akkor mi nem eszünk, de a csávó megvédjen minket, nem? Na, de, de amikor már nem az életünkért küzdünk, akkor már megéri mégint csak ezeket az embereket tartani, mert jó, az itt a nagy darab a háznál, majd összeverekszik a szomszéd ilyen nagy darabjával, aztán majd fogadunk rá jól, érted? Érted? És így kezdődik, és akkor hát megépítették valami a koloszeumot is. A, a stadion, Csináltak kiürítési tervet, haver. Ugyanannyi az ki lehet üríteni, mint a most a legboderrebb stadionokat. Tehát ez is megépült valamiért. De már ennyi képzett harcos nem volt. Már hoztak a börtönből mindenféle a rabokat, az meg. Az meg... Az hát a rabsz... az rabszolga az volt az mindenki, aki ott küzdött, de valójában ők voltak a sztárok. Igen. Hát volt, aki rendes állampolgárként azt mondta, hogy én leszek rabszolga, mert én sztár akarok lenni, és bunyózok a kolosszalmon. Tehát nem, nem volt ritkaság az ilyesmi. Inkább rabszolgának kell, csak hogy sztár lehessen. Minden megkapott a rabszolga, ne egy Orvosi ellátást kapott, edzették, luduszokba mentek az edzések, és de ezek a luduszok csak akkor voltak értelmes dolgok, ha már minden, ha ezt tudta fizetni valaki, ezt, ezt érted? Tehát ez már csak tényleg a top. És most nézd meg, mit látsz most az Egyesült Államokban, kinőtte magát a UFC, Mindenki ott akar bunyózni, dollármilliókért verekedni, mindenki a legjobb bunyós akar lenni. Ez egy picit pepitában ugyanaz, mint régen a Római Birodalom. Megint két csávó bunyózik, és nézi egy világ. És most ugyanez van. Na de a Római Birodalom sem tartott örökké. Uh -huh. Majd nézd meg történelmet, hogy mi lett a vége. Én picit tartok tőle, hogy valahol ennek a jólétnek is valami ilyesmi lesz a vége. És most meg nagyon PC tehát pc fogalmazok hogy ez egyszer csak így szinte egyik napról másikra így elvágták. Egyébként, amit valami van, miatt lehet ez egy járvány, vagy bármi, tehát hogy tényleg. Babsz, én, én babsz, vagy én háború, én vagy, vagy valami, de ennek egyszer vége lesz. Én nagyon bízom benne, hogy ez már nem a mi, vagy a gyerekeink életében, hogy ezt mi már nem éljük meg, de a gyerekeim se éljék meg. De érdekes Amikor egy ilyen ne. lesz, de nem fog örökké tartani. És megint de vissza... De semmi se tart örökké. Hát mert a történelem mindig így, így ja. ismétli önmagát, és, és megint vissza fogunk kerülni a hátsó kertbe és ott fogunk majd az akkoriak, ott fognak de bugyó ugyanúgy, ugyanúgy, lesz, csávó ugyanúgy hátra megy a hátsó kertbe, és ott ksú, 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 levágja a szomszéd csirkéjét, érted, meg kell egy kis fehérje, érted? Tehát ugyanúgy meg fogja csinálni, de, de megint undergroundba. És akkor majd aztán megint épül, 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 megint, és akkor megint vége. De ez ilyen, ez így mindig a történelem. Ez örökkörforgás. Ez ismétli magát a történelem. Ezért mondtam, nem kell kitalálnunk a melegvizet, és ez divat. Hát régen is az volt a divat. Hát a rabszolgák voltak, akiknek szüksége volt a fizikai ereje. Azok voltak ilyenek. Hát az urak nem voltak. Érted? Hát nem kellett. Minek? Nem, ők ettek itt, akkor utána meghánytották magukat. Aztán kezdték újra. hedonizmus, igen. Érted? Pientek. De most azért mondom, hogy. így hogy mindenki őket irigyelte, de valójában nem akarták beletenni. Nekem van három ilyenem, öcsém, és azok ének. Tessék, az enyémek jobban néznek, ki, mint a tiéd. Ez ez, ez, ez ez ilyen. Amivel nincsen baj, csak mondom, ez megint csak egyszer csak így visszafog, így megint és megint és megint. És folyamat, az, ha, ha nézed, én nem politizálok ezt azért rólam, lehet tudni, de ha nézed a híreket, meg nézed azt, hogy mi történik a világban, akkor elég komoly párhuzamokat lehet vonni azzal, ami, ami például a római birodalommal történt. Hmm. Tehát, hogy ott is nagy birodalmakban gondolkodtak, az Egyesült Államokban is ezt teszik. Sőt, az Európai Unióban is ezt teszik. Tehát, rohadt nagy birodalmak vannak. És már most nem azért küzdünk, hogy legyen mit tenni holnap. Tehát, hát, hogy... ugye ez, amit mondtál, hogy ez, ez, ez pszichológiai is, hogy a masztói piramis, tudod? Tehát, hogy a, először az, hogy egyáltalán fiziológia, tehát egyél így áll, aztán a végén meg, hogy megvalósíts magad. Tehát ezt igazából, amit az egyénre ki lehet vetíteni, ezt a most az egész társadalomra megtette. Hát ez szűk keresztmetszetben ugyanaz. Egyébként részben én ebben teljesen egyetértek. Hát azért tehát, mondom, hogy, van egy barátom, az Essex Egyetemen tanuló pszichológiát, és Na, nagyon, na, nagyon, penges rács és ő például levezette nekem a római birodalom, meg a mai világközti párazom, és egy ugyanaz volt. Tehát még a Én a azt gondolom, hogy egyes, de is de Sanyin, akkor tök szociális... volt, hogy egyes ilyen korszakok vagy birodalmak között és... egyébként, hiszen ezeket eléggé össze lehet hasonlítani. Figye, én nem vonásom... vagyok penge, én csak a saját szakmámból, amit, amit látok, és amit de megtanultam. El. Mert, mert, ez így, mert ez így van, és hidd el, ágálhatunk ellene, de sajnos ez így működik. És tudom, hogy mi, a mostani ember mindig azt gondolja, hogy ott én okosabb vagyok, mint a régiek. Nem vagy az. Jó, de figyelj, a UFC-re visszatérve, tehát hogy, hogy azt viszont, azt is beszéljük meg egy picit, hogy, hogy egyértelműen egy ilyen nagyon-nagyon fogyasztói hedonista, ahogy te is mondtad, a társadalomban Abszolút. élünk, ahol azért a nap végén a szórakoztatás az egyrésztről tehát a, a, legfontosabb. a legfontosabb, és ezért nagyon sokan fizetnek, nagyon sokan sokat fizetnek, és nyilván a harcosok, akik pont ez a, az az a lényeg, az amit ezt a, a Sanyi megfogalmazott, hogy ha jól értettem, akkor a mai MMA az, az, az olyasmi, mint a régi birkózás. Tehát itt tettünk egy ilyen kanyar, de talán az MMA-nek az értéke, mint uh, a testépítésről azt beszéltük, hogy vannak ezek a nehézső testépítők, és megjelentek ilyen könnyebb kategóriák. Uh, Na itt már az első mindig konfliktus mindig bele, pont, hogy könnyebb vagy, vagy más. De figyelj, tök egyszerű. Melyik könnyebb? A színpadon 120 kilónak lenni szárazom, vagy 100 kilónak? Tehát most uh, a, a, abba egyetértettünk, hogy egy open kategóriába, amire te odaérsz a Mr. Olympia top 6-jához, 20 évnek el kell tennie, míg mondjuk ez a fiziknél jóval rövidebb idő, és a klassziknál egy olyan kettő közötti. És igazából én azt, azt fogalmaztam meg a srácoknak, hogy a néző a, szörnyek, a szörnyeket akar látni. Tehát neki nem elég az, hogy no contact küzdenek az emberek karate címen. Az, hogy, az hogy... már nem elég neki. Igen. De Vér, és ezért, ezért, ezért... akarnak látni, vagy egy olyan rémisztő szörnyet, mint a vadállat. Vég és a ez olyan, a mint UFC... a fehér cápa, és vesz rá egyet, hogy megnézhesse. De, de, a ufc en pont erre szerettem volna egyébként nagyon-nagyon kiukadni, hogy, 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 itt azért ezt hol született? Amerikába? Nem. Nem Amerikában? UFC? Japán. Nem. Nem. Akkor Te most én a, kérlek a, kere a Maga a UFC, mint név. szervezet az a riboká, Az, az abszolút Amerika. de én White, persze. Az, az, az Amerikai szervezet. a szervezetről. Tehát amerikai, amerikai. szervezet. Tehát, ez egy, amerikai. ki akarok jökadni, hogy ez egy, ez egy a mai fogyasztói igényeknek megcsinált, sóval körített a régi gladiátorok visszahozatala is. És a, és a a tradíció, ugye, amit mond, sajnos, hogy 3000 évvel ezelőtt is birkóztak, kötött fogás szabad fogás. Csak birkóztak, hát ott volt a penkrész. A pankrész ugyanezt csináltak, ugyanezt csináltak. A penkrész az konkrétan ugyanez volt, amit most a UFC-ben látsz. Ez Igen nem szegény mér, nem... ma egy embernek, nem? A UFC-hez képest. Amikor bemennek egy ketrecre, és véresre verik egymást, hát ez egy fogás például. Hát Ezt pont, hogy látod? Pont ez a lényeg, hogy magát a görög-római, tehát gréko roman birkózást, wrestlinget nem, nem, tudod annyira vaddá tenni, annyira moderné tenni, hogy ez... ez a te... tradíciókhoz is még ott igen, a, tradíciókhoz is méltó legyen, és, 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 és néző legyen, Aha. és a mai társadalom szemével kielégítő legyen ezért szokták azt csinálni, de, 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 de nép, tehát népcsoportonként azért ez változik, ugye ott van a szumóbirkozás. A szumóbirkozást imádják nézni, mert egyszerű, mint a szög. Uh -huh. Tehát a hát folyt. meg egy extrém, azt is Látványos. tudjuk, azt nyertem tudom. mindent. Uh -huh. Én megnyertem az EB-t e kettőt, nyertem VB-t egyet, meg világjátékokat is, és ott vették el az érmet mert egyébként. Azt mondták, hogy dopingoltam, de valójában nem hanem diéretikummal buktam el végül is. Az vízhajtó. vízhajtó. Igen, ez egy vízhajtó tartalmú gyógyszer, amit én nem azért kaptam, és orvosi papírokat leadtam, hogy egész egyszerűen rovar csípés miatt kaptam egy ilyet. Uh -huh. hogy, és nem magamtól vettem be, tehát, hogy... de lesöpörték az asztalról. Rá, rá két órára jött egy olasz focista, a Lozani. Sportbíróságon tárgyalták az én ügyemet. Azt mondták, hogy a vagy a gyerek, doppingolt, készpük, bel is intézték. Ott az orvosomat elküldtem, minden. Ott bemutattuk a papírokat, lesöpört egy ilyen dagadék a papírt az asztalról, azt mondta, hogy dopping. Két évre eltiltottak, de jött, ma abba is hagytam. Rá két órára jött egy, egy focista gyerek, egy olasz focista gyerek, akit egyébként tesztosztálónak kaptak el. Sátlökösték? Az, az ugye? Nem, őt felmentették Ső. konkrétan. <laughs> Tehát, hogy hogy azért mondom, hogy ez megint egy olyan dolog volt, hogy itt a szerencsétlen kis magyar lúzer, kis senki érted, Európa közepéből, ez Egyszerűbb elkaszálni, Európa nem? Köldökéből érted, kell, hogy legyen valaki a statisztikába, ja. akit. És akkor a, a, gazdag csapat kis izé, meg, meg elengedjük, közben meg kajak tele volt, mint a déli busz. Tehát, hogy Ilyen jellegű igazságtalanságok szerinted mennyire jellemzőek manapság a te korodban? Egyből fölcsillant a szemed, mert ugye itt Sőt, azért, ez egy jó téma. Érted, mert itt alapvetően mert van vannak objektívebb, meg kevésbé objektívebb sportok. Én azt gondolom, hogy, legalábbis a végeredmény tekintetében, tehát hogyha mondjuk nem tudom, a, a, a kamerával megnézik a sprintereket, hogy hogy értek be 100 méter az eléggé, eléggé látszik, nem? De az mondjuk, hogy egy, akár itt akkor a Lacinak, meg Iminek, ugye Mártnak a, sportágát, a, a és a testépítés hozva. Tehát gyakorlatilag persze vannak, vannak framework vannak, vannak alapok, ami alapján összehasonlítják ezeket az atlétákat, de a nap végén azért valakinek ugye el kell döntenie, hogy akkor mégiscsak ki a jobb. Ti ezt hogy látjátok egyébként, hogy ez mennyire van jelen, mindig is jelen volt, mindig jelen is lesz, Javítható-e? Fociban most már van videó. Lát, bérom, látod kéne a szemedet, hogy hallgatod, mert volt a, a emlékezetes, emlékezetes megszólásod ezzel kapcsolatban, és kíváncsi hogy most Mit fogsz mondani? Pont most olvastam egy ilyen uh, dolgot, nem tudom melyik könyved. nem abszolút nem sportéma volt, de annyi volt a mondat, hogy ami emberi döntéseken múlik, az mindig bizonytalan. Az van... sosem biztos, csak nyugtával a napot, ahol emberek döntenek. Hát ez, az pontozásos sportágokban ez nehézű, tiétek is az. Ez, ez, hogy mondjam... Kutya vacsorája? Szubjektív, tehát hogy most az egyik így látja a másik úgy, kicsit pofára is megy, stb., Ilyen téren egyébként, hogy dopping téren mindig a mérhető sportágak azok, amik a legveszélyesebbek. Tehát mi az, ami mérhető? Távolságra Húszás, megy, időre. súlyra megy. Időre. Tehát hogy ki tudja a legtöbbet emelni, ki, ki dob nagyobbat, sr. Ezek mind távolságra mennek, súlyra mennek. Például, mérhetőek. Mérhetőek. Igen, tehát, igen. hogy abszolút. exakt. stb. Persze. Igen, tehát, hogy a víz te, az ugyanaz, mindre. Ja. És akkor tudjuk, hogy mi a helyzet. De, de ugyanakkor azt tudnotok kell, hogyha megnézed a mondjuk az atlétikában a néhány száz évvel ezelőtti világrekordokat, mint súlylökésben, meg gerejhajítás, meg én szóval én el, akkor nagyon-nagyon-nagyon komolyan az olimpiai szint az, az alatt van, ami most van. És én nem hinném azt, hogy maga a, modern hogy maga a sport... Hát oké, okay, én ezt is értem, aláírom, hogy az ételek jobbak, de a sporteszközök nem változtak ja, ennyit. Tehát az, hogy a súly golyó, amit lök a paré, az, az érted? A az az, súlyból van. Az mind ugyanolyan, mint az régen. Tehát, hogy van. érted? Aha. Miért dob nagyobbat, mert más a cipője? Ez se nagyon. Lenne egy olyan kérdésem. És ezt a Mike ezt... tyson hallottam most egy podcast, bocsánat, csak tyson, hogy a, küzdősportokban küzdő, küzdő sportokban a dopping használat, hogy azt mondta a Tyson, hogy ő minden sportban legalizálná a dopingszer használatot, kivétel a küzdősport, mivel ott küzdesz valakivel, tehát, hogyha egy, egy doppingszer annyira megbúztolja a természetes élek, erődet, akkor gyakorlatilag... életveszélyes. Ja. Tehát ez egy gyilkossági kísérlet lehet akár, mert ütszni ki olyat, vagy oda teszed úgy egy doppingszer hatására, hogy lehet, hogy... De, de mi a véleményed? Amikor annak idején még ilyen mi karacsatiékkal edzettünk együtt, és, és, K1 versenyeken indultam, én mondjuk MMA kategóriában, a tiék meg K1-ben, de ott minden egyes alkalommal volt dopping és drogtest. Tehát az, hogy most dopping, azt tudjuk ezek a teljesítményfokozók. De egyébként ugyanide lehet sorolni a fájdalomcsillapítókat. Ugyanide lehet sorolni a különböző, hogy mondjam... Antidepresszánsok gondolom, nem, 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 minden ilyen, nem, 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 nem. nem? amik amik így busztolnak, ami feldob, ami ezek a... Stimulások? stimulánsok, stimuláns szereket. Tehát, hogyha mit tudom én, egy jó droggal beütött ember, érted? Tehát nyilván nem is lehet leütni, mert üljenek az arcok, érted? Ja. És Átszálom, na, ezeket nézik, és amit te mondtál az előbb, ebben azért van igazság, mert ha egy, egy, tökik szívott idiótával kell verekedni, akkor hiába vagy te sokkal jobb. Hogy az tényleg egy olyan kísérlet lehet, hogyha ha sokkal jobb vagy, de ő viszont ezt, ezt választotta, azt az utat akkor komoly baj lehet. Tehát oké, hogy nem tud leütni, de attól az agy még károsul. Ezt akartam pont, hogy ő sérül annyira, hogy utólag. Igen, az, az, agy egyszer... még attól károsul. Részben tehát részben játék, oké, nem érzi, jön, még mindig jön, még mindig, azt se tudja, hol hagyta a ruháját, Tehát mindkét a félre rohadt veszélyes tud lenni, Mind ez a lényeg. Mindkét félre veszélyes, tehát hogy ebben a tekintetben ez veszélyes dolog. Ugyanakkor én ugyanazt mondom, mint a Tyson, csak én még annyival kiegészíteném, hogy, hogy addig, ameddig a, a, gyógyszerfejlesztők, ugye ezeket a gyógyszereket nem sportolóknak fejlesztik, hanem beteg embereknek, akik, akiket bizonyos betegségből szeretnének kigyűjteni, de ez marha jó arra a célra is, amire egy sportoló használja adott esetben. Na most az a, az a gyógyszerfejlesztő, az fog dolgozni, és őzerővel fejleszti az új gyógyszereket, és csinálja. Na most egy ilyen dopping ellenőrzési hivatal, ez a VADA nevezetű hivatal, mindig egy lépésekkel lesz hátrébb, mint a fejlesztők. Tehát a, ahogy mondjam, a, a, bűnöldözésben, a rabló pandur. Mi, rabló pandur, de a bűnüldözésben mindig a rabló tudja Hát meg ugye azért Először, az anyagi hátterese ugyanaz a, a két félnek, hát egyrészt egy igen, de ez versusz. erre egy iparág épült már. Tehát Úgy arra, is. hogy, hogy ugye gyógyszerfejlesztés, és akkor egyébként ugyanaz a kör, az, aki el és aki el is akar kapni. Hát vannak fedőszerek is, de ez már más, ez már egy ilyen szakmai kérdés, ebben annyira nem vagyok otthon, de azt tudom, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt az egészet, ami erre megy anyagi szinten, világszerte, tehát dollármilliárdokról beszélünk, hogy, oké, okay, fejlesztjük a gyógyszereket a betegeknek, ne a sportoknak elsősorban, de ne, ne legyen egy olyan szervezet, aki ezeket elkapja, hanem úgy hagyjuk ezt az egészet úgy futni, hogy kell. Nyilván eltelne egy pár év, egy pár hülye elhullana, biztos vagyok benne, nagyon sokan elhullanának. Szerinted többen hullanának el, mint most? Nem. Nem. Ugye? Tudod miért mert... nem? És ez ugyanolyan, mint a fegyver, fegyvertartási törvények lazítása. Tehát, hogy ha az embernek meghagyod azt a lehetőséget, hogy segfej legyen, mert le, hogy le, hogy le. ha sekfej akarsz tenni, legyél segfej. Van egy-két hülye, aki tényleg az lenne, de hidd el, a legtöbb ember a sarkán és azt mondaná, hogy mmm, nem akarok még se az lenni. Tehát önállóan döntene úgy, hogy nem és Tehát nem dopingolnának többen azért, mert egyáltalán lehet. Egyáltalán nem. Tehát... Egyáltalán nem, és nem hinném azt, hogy az olimpia eszme tönkre menne emiatt. Szerintem nem. Viszont nem lenne ez a vegzálás, amit most a sportolók csinálnak, hogy lassan most már ott tartunk, hogy bemész egy gyógyszertárba, és a, a vén nélkül kiválaszt, hogy ha kiváltható gyógyszerek 60-70 százaléka 60 doppinglistás. listás. Amit orcsepp, szemcsepp, nem tudom én, lázcsillapító, ilyen doping listás szerek. Tehát nem, nem, veheted, nem veheted be. És, és lassan már tényleg ott tart ez az egész, hogy már az aspirin is ide fog tartozni. Egy egyszerű aspirint nem vehetsz be, ha fáj a fejed. Ugyanakkor hozzáteszem az aspirin egyébként egy nagyon, nagyon rohadt jó gyógyszer, ezt beszéltük a legelején. Tehát én például mindig betolok minden héten egy aspirin 500-as, csak azért, hogy hígítsa a véremet, hogy elvigye a szemetet, a mocskot. Semmi szükségem nincs vérégítóra, mert az aspirinnal én ezt megoldom. Rendeltem egy testépítő könyvet például 80-as évekből, és ott is a végén volt egy ilyen rovat, hogy az aspirin folyamatosan használva a kis dózisban, az tényleg egész, egészséges. Én igazából az hogy protektet javasolnám, mint az egyszerűen, mert az, az, az 500 mg az, igen, az igen, szerintem egyszer. de, én, de én szeretek, csak... szeretek, nagyon ütni, nagyot ütni és nagyot is kapni. Ja, én én akkor... akkor megbeszéltük. Melyiket én is szedem, csak én azt mondom, az 100 mg, és az igen, minden reggel. Igen. Hát azt minden reggel tolod, az egy rendszeres adag. Ja, én jaj, viszont jaj, jaj. azt szoktam, hogy amikor így gondolom, tudod, tehát ez az atok jelleg, még nem vettem be egyet, ó, mit az, például, beveszek egyet. Mindjárt jobban is érzem magam, nincsenek görcsök egyből lazább is minden izomzat, minden, tehát hogy tényleg lehet érezni, hogy jobb lesz tőle. Tehát... De egyébként ez a téma, amiről most beszélünk, hogy az eredeti témánk az az, hogy semmit sem adnak ingyen. És hogy valahol ez a dopping üldözés, ez onnan ered, hogy a fair play, meg hogy, meg hogy küzdjünk meg azért az olimpiai címért, vagy akár egy, egy, egy magyar bajnoki címért, de valójában ez egy baromság, mert föl kéne ismernünk azt, hogy úgy sem tudjuk utolérni, és tényleg ez lenne a megoldás, amit te is már tíz évvel ezelőtt is mondtál, vagy nyolc évvel ezelőtt biztos. Volt egy ilyen valamilyen komoly tévés beszélgetés, és emlékszem, hogy az egy ilyen jó jó habitusú beszélgetés. A, a talán Tiszeker Ágnes ott is volt, vagy, vagy valaki hát ott Hát ő volt. nem nagyon szeret engem, mert nekem megvan hát ő, 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 akkor munkanélkül lenne, ha én a sportám. <laughs> de ott, 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 volt valaki, és ott fejlen fekedén megmondta körülbelül ezt a véleményedet. Hát semmi szükség rájuk. Igen, hát igen, 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 szükség igen, rájuk? De, de, mégis milyen érdekes, hogy valahogy mégis egy olyan, ideál miatt akarják ezt az egészet itt tiltani, és valóban szivatni a sportolókat egy orcsepp miatt, ami egyébként ami lehetetlen őket megfogni. Tehát tök fölösleges ez az egész Színház, mert mérgezi a sportot, jobban mérgezi a sportot, mint maga a dopping. Levezethető szerinted a nap végén, hogy ez, ez, megint csak annak rossz, a képként tényleg becsületes? Abszolút. Teljesen simán, nem? Abszolút. Is, van meg... olyan egyébként még, aki ez? még Van, van, de én mellé tenném még azt is, hogy valójában nem ez a legmérgezőbb dolog a világon, hanem, hanem az eszmét, az eredeti olimpiai eszmét, az, az mérgezi a legjobban, hogy dopingolni nem lehet. De férfiként, ha te nagyon-nagyon ja! ha te, ha te, nagyon, ha te nagyon, nagyon vered az asztalt, akkor férfiként simán elindulhatsz a nők között súlyemelésben. Tehát, hogy érted, amit mondok? Mert te nőnek érzed magad. És azt meg lehet. Tehát, hogy értem én, hogy, hogy, hogy gőzgép, de mi. De akarunk lenni? Értem én, hogy gőzgépna, ja. de mi hajtsa. Ja. Érted ja. meg. Értem ja. én, én, hogy non-stop, ja. de meddig van nyitva? Ja. lenne egy olyan kérdésem, hogy uh, tudod azt, hogy mi, mi, a, mi a beletett munka, az mennyit ér? Hogy gyakorlatilag, aki nem tesz bele munkát és nem áldoz rá az, az életét, nem ki az, az hiába doppingol, az nem lesz attól jobb. Tehát Igen. én láttam olyan srácokat, akik nem tették be. Most nekem, amikor elkezdtem azt a versenyzést, versenyeztem olyan srácok el, akik többet megengedhettek maguknak, mint én. És én ezért dühös voltam, és én el is mondtam az akkori edzőmnek, hogy hogy ez, ez, így, ez így nem fair. És azt mondta, hogy hát az élet egyrészt nem ilyen, másrészt neked megvan az, ami pénzzel nem megvehető, és hiába tehát ha valaki nem teszi bele a melót az egy gyógyszertől nem fog nagyobbat ütni, nagyobbat ugrani, nagyobbat emelni. És ezt szerintem... Ha, Hallgass rám. És ezt te is így gondolod, hogy... A bajnok az, az, nem, nem, az, nem, az nem föntről jön. A bajnok lentről jön. Hát meg ez, és ez... aki lentről jön, az nem mondja, hogy mindenem megvan. És pont ez a lényege. Tehát a bajnok az attól lesz bajnok, hogy rohadtul értékeli a kis dolgokat is, és végigjárja a lang, ranglétrát. És végig szenvedi, végig, végig... És pont ettől lesz ő bajnok. Tehát hogy ebben ez a szépség, ez a jó benne, ez hidd el, ez, ez jól van így, ne törődjél ezzel az egésszel. <laughs> a bajnok lentről jön, mint a Rocky-ban. Nézd meg a Rocky-kettőt és egyből rájössz. Egyébként <gül> csak, hogy <laughs> kicsit lazítsuk a, a, a témát, hogy egyébként Iminek is nagyon kényes ebbe a véleménye, hogy szerintem egyébként pont ez a egész doppingos téma. Látszod, ez Persze. <laughs> ég, ég, mindenki a nagy őregem, aztán egy, egy, egy szívemben. Persze. Valami. Mi is ezért szeretjük.

De vagy, Ez marad. Én is izé, el, mindjárt sírunk. Ez Előbb beszéltük, hogy férfiak vagyunk, és az mindenki így sír. Nulla pont Nem attól nem tud A Terminátor is tud sírni. Hát igen, de ezt egyébként a Terminátoron nem ezt mondanám. Mert emlékszem, amikor megmutatták a kabátját, és ki volt luggatva és kérdezte a kisgyerek, hogy fáj, akkor meglőnek? Érzékelem a sérülést, ezt nevezhetjük fájdalomnak. Ez ugyanez, hogy jött egy ilyen mondat, egy ilyen beszélgetés, és érzékelem a sérülést, és ezt nevezhetjük tehát ez ugyanez a sztori, ugyanolyan kemény, stb. Nem, nem ettől vagy te, Manus, hogy te nem nem tudsz elérzékenyülni. Egyértelmű. Attól egy érzéketlen paraszt vagy, ha nem Pontosan. tudsz elérzékenyülni, és ez ennyire egyszerű. Ő pont azért alkalmas arra, amit csinál, és megvan minden esélye arra, hogy ha ugyanezzel a gondolkodásmóddal folytatja, amit csinál, ugyanezzel a tudatossággal, de még csak tudatosnak se kelleni, csak kurvára szeresd, amit csinálsz, elnézést, hogy ilyen csúnyán beszélek, és akkor meghozza. Mert nyilván megvan minden adottságod ahhoz, hogy, hogy elérd a te szakmádban azt, amit el lehet érni, de helyzetbe csak akkor kerülsz, ha beleteszed, amit, amit bele kell tenni. És ez nem a gyógyszer, az nem edzés. A gyógyszer az nem edzés. Beveheted a gyógyszert, de a gyógyszer az csak hozzá segíthet ahhoz, hogy te jobb teljesítményt érjél el. Vagy hozzá segíthet ahhoz, hogy te nagyobb kedvel menjél edzeni. De ez önmagában nem edzés. És a gyógyszer az valójában egy becsapása ennek az egésznek. Mint ahogy a fájdalomcsillapító is. Egyébként pont ezért nem szeretem a fájdalomcsillapítót. Hogy fölmész a szőnyegre, volt nekem is elszakadt a bokaszalagom és tele nyomták csillapítóval, itt Budapesten a világbajnokságon a meccsen, Nem tudtam járni. És a birkó, nem volt annyi időnk, és a birkózó cipőn keresztül szúrták tele ö... fájdalomcsillapítóval a lábamat, a, bokámat, és úgy mentem föl birkozni. De pontosan tudtam azt, hogy most már tudok járni, tök frankó. Igen, de az előbb miért nem tudtam? Persze, mert össze-vissza szakítom most a lábamat. Tehát, hogy ez egy baromság, ez egy hülyeség. A fájdalom az azért van. Én ez a tested. Igen, a hogy jelezze neked azt, hogy tesó, itt már valami nem oké, tehát most már határon vagyunk. És a, a szakmá, a, ebben a szakmában is, tehát, hogy ha ezeket eltompítod, na, akkor jön az, hogy elszakadt a csávónak a bicepsze, leszakadt, elszakadt a melliz, stb. Ezek visszavesznek, hónapokra vetnek vissza. És az, aki 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 úgy tud készülni. Ez egy nagyon marha jó hangzik, hogy hú, a csávónak ennyi dolga van, hogy edzen csak nekem, meg jönnek ezek a rohadt sárga csekkek, és be kell fizetni, és, és neki meg nem kell törődni semmivel, de nem is értékeli az életét. És most nem őket bántom. Tudjátok, mi érzik ezek az nem emberekből? Nem is értékeli azt, amit elért, és nem értékeli az életét. És egy idő után azt fogja mondani, hogy Á, kinek kell ez az egész fos, érted? De neked ez az álmod. És ez nagy különbség. De azért leszel te nagyobb név, mint ők. Mert te 15 év múlva is ezt fogod csinálni, ő meg már nem biztos. Ez, ez, ez baromi egyszerű dolog. Amit neked van, azt értéked. Elég Elégedj meg azzal, legyél szerény, csináld, hajtsd le a fejed, szólítsd össze fogad, csináld, állj a sarkadat, csináld, és hidd el, ezeket nem Tudom, hogy úgy, annak tűnik, mintha csalás lenne, de ez valójában velük van, velük kicsészés. És neked jó. Igen, ez velük kicsesés, mert ő neki megkönnyített egy csomó olyan dolgát, amit meg kell élni ahhoz, hogy bajnok legyél. Tehát, hogy nekem is volt olyan kollégám, akivel bementünk Colorado Springsbe, a, a, a nemzeti edzőtáborba, ami nálunk tatán van, az, az amerikaiaknak Colorado Springsben van. És akkor Colorado Springs mellett bementünk egy molba, egy ilyen plázába, molnak hívják ott, és akkor és akkor néztem, tudod, ott volt, mit tudom, volt 150 dollár költő pénzem, hát ez nem olyan sok pénz. Ó, hát most meg kéne nézni, hú, most mit vegyek, és akkor számolgattuk, és hú, ha ebből veszek, nem abból a drágábbikból, akkor még kijön egy ilyen is. Na és akkor jött a, a fiatal ember, akit most így példának hozok, toltam maga előtt a kocsit, és akkor dobáltam maga a kocsiba be azt, ami a szükségletei. De semmi élvezetet nem jelentett számára maga a vásárlás, maga az ott lét, és az egész értek én mindent, csak... És ott voltam én, aki meg tökre örültem minden kis szarnak. Mindennek. Mai napig emlékszem. Ő szerintem nem is emlékszik erre az egészre. Tehát, hogy érted, hogy ezek ilyen pici dolgok, de, de fontosak kell ahhoz, hogy a te kis személyiséget pont úgy fejlődjön, pont úgy haladjon előre, hogyha majd eljön az idő, és bajnok leszel, akkor ne egy nagyképű tahót lássanak az emberek majd hanem, hanem egy olyan szerény srácot, akinek azt mondja majd a, a kisgyerekének az apodna, nézd meg a csávot, na ez, ez, ez egy igazi csáv. Érted? De az olyanból nehezebben lesz egyébként egy szerény bajnok. Tehát, hogy ez a kettő nem adja ki magát. Tehát az élet így igazságos, hiddel. el. Tehát ez, ez, nem vagyok egy nagy ying -yang szakértő, de azért ez így kerek. És mint a Rocky filmben is, hát nem, nem fölülről jössz. Iván Drágó kikapott, mint a szar. Pedig, pedig minden... is kokszolt. Kok, kokszolt. kokszolt, <laughs> is. és, kokszolt, és mindene meg volt ahhoz, hogy bajnok legyen. És a Mirokink az öreggel fölment a hegyre, így fát vágni, meg mit tudom én, húzta az öreget ilyen szekérrel, érted? Tehát, hogy nem volt lóvé, de nem is kell. Tehát, hogy így, de ez nem kell hozzá. De tudjátok, hogy mi? nem is, nem is a, a kitartás jelzik az emberekből, az is hanem a szenvedély. Te is, ahogy erről beszélsz, látszik, hogy csillog a szemed, felhozod a Rocky filmet, vagy hogy lentről jön, és átszelemülsz totálisan. Te meg róla nem is beszélve. <laughs> és uh, igazából pont az az formazott meg bennem, és ide is írtam, hogy szenvedély, és aláhúztam, hogy emlékszel meg a vékony Zolira? Szápa. Persze, persze. És ő, ő arról volt híres, csak akkor mi nagyon kevesen voltak testtipítő sztárok, mert akkor tényleg a teljesítmény alapján ment az, hogy kit ismertünk, itt nem ismertünk. És arról volt híres, hogy ilyen fillérekből tudott felkészülni, és az egész világot verte. És, és aztán ugye onnan elszabadult a pokol, jöttek a közösség oldalak, és igazából senki sem tudta, hogy ki kicsoda, de ő, emlékszem, hogy mindig ilyen nagyon szerény és egy ilyen végtelenül csöndes figura volt. Lantos Johnny. A Lantos Johnny szintén, így van. Én a Tóddanit is még ide sorom, de ő már az új generáció. Is, ő is Tehát, hogy, hogy, ők, ők maradtak meg, és tudjátok, az a fontos, hogy ők mind 10-20 évet toltak a sportba, és megint vissza fogok a kedvenc témáthoz. Ez bizonyos kategóriákban nincs meg. <laughs> Egyértelmű. És, a, és a Sanyi sem három évet edzett, fölírtam, hogy 85-ben kezdett edzeni, amikor én négy éves voltam, és amikor 12 éves voltam, ő már seedülő világbajnokságon 70 kilóval versenyzett. Egyébként itt már lenne egy kérdésem, hogy nem idővág. idevág. Így elért bronz, bronzé nem volt, és akkor 12 éves voltam, ő már világbajnokságon szerepelt, tehát és ezért van benned szenvedély. És ez, ez az, hogy ma már olyan irányba megyünk, hogy két év alatt bajnok lehetsz, ami most majdnem azt mondom, hogy egy kategória, vagy kicsit könnyített kategóriába, ott ezt nem tanulod meg. Jó, azért azt is társuk meg, mielőtt Sanyit hirtelen nem értem, miről beszélünk. Tehát ez, 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 nem sok sportra igaz, ez a párhuzam, amit a testépítésen belül pár De a is volt Hát az egy küzdősportban, ahhoz, hát ami csak Isten csak súly súly a, a, a Zenének kell lenni, éve éve két év alatt UFC champion ja, legyen, tehát ott nincs ilyen, ott az, Igen, A küzdősportban ez egy ősi, ősi, nagyon, nagy, nagyon vita, és, és lesz is. Ez nehézsúlyú, könnyűsúlyú, jobb. Hát nem, Nincs itt, ilyen, hogy itt népszerűségről beszéltünk maximum, de nem, itt, itt amit én mondok, hogy ami, ami rendszeres, és, és egy rendszeres vita is, én is találkozom vele, valahol eszűlte a a UFC létrejöttét is szerintem, plusz azon belül, hogy, hogy, hogy ugye ez már népszerű volt azért a római időjében is, és kell egy ilyen szervezet, és, és erre szükség van, és a népszerűségét nyilván ez az, az, ez az, ami meghatározza, de, de ez egy nagyon-nagyon régi vita, hogyha most a boxó verekedne a birkózóval, akkor, akkor, akkor mi történne? <laughs> volt, volt, egy ilyen meccsek. ilyen meccsek rendszeresen vannak, vagy verekedne a nem tudom én a... kungfus a, az MMS-sel. Igen, a kungfus verekedne az mms vagy a karatéssel, nem tudom ki. Tehát, hogy érted, ezek, ezek nagyon egyszerű, csak én a legegyszerűbbet szoktam erre mindig mondani. Srácok, ott a UFC. Ott van a ketrec. Nincsenek szabályok. Be lehet menni, aztán utána meg. Figyelj, az a szabály, hogy ne nyúljál semmilyen testnyílásba, tehát nem nyúlhatsz bele a testnyílásba. A harapás nem? nem, nem haraphatsz, nem köpködhetsz, nem, nem nyúlhatsz, ugye semmilyen testnyílás, ezt mondtam, nem húzhatod a haját, a nem, nem, karmolhatsz. A mélyütés sugás az, az, sem lehet, de valójában alumínium védő van mindenkin, úgyhogy ennek nagyon értelme nincs most kár, nem elhoztam volna, hogy meglásd, nagyon komoly cucc lehet, és összetöri a követ. Tehát, hogy a... egy ilyen öntött alumínium. Ütőnek hát azt... fáj, nem? Persze, Tehát, hogy a rugónak persze, ütőnek. Ha. Ez, nem is szoktuk. Nem támadhatod az ellenfél tarkóját, gerincét ellentétes irányban nem támadhatod. Tehát csak olyan szabályok vannak, ami azt szolgálja, hogy életben maradjon az ellenfél de valójában a sérüléseket ugyanúgy elősegítetted, lehet szemből bekikkelni, tehát rukhatod szemből a térdét az embernek, rúghatod szemből az állát az embernek, ejtett könyök is van, tehát egy csomó az, hogy a, hát most ejtett könyökkel innen, innen beleesek az arcába, meglékelem a fejét, mint egy, mint egy dinnyét. Tehát, hogy ez a normális országban azért ezeket kiszoktuk venni, de a UFC-ben ugyanúgy benne van minden, lehet csinálni. Akkor nem lehet szlemelni, a szlam, ez... Volt erre vonatkozólag egy mérés, hogy az ellenfél a hátán van, és gárdban a derekadat összekulcsolja a lábával. És akkor te megfogod a derekát, így alul, hogy alul, is fölemeled az egészet, és így visszacsapod itt a tarkójára. Ezt így szlemnek. Na most ez sem lehet. Jó hangzik. Most már, mert hogy kiszámolták, egy ilyen törésteszt bábúval megcsinálták, és olyan erőhatás érte a törésteszt bábút, mint hogyha azt hiszem három vagy négy autóbaleset eset érte volna egyszerre a gerincet. Mm. És akkor erre mondták azt a UFC-ben nagy nehezen, hogy hát jó, akkor ez se a kicsit erős lesz. Ah. Igen, de amúgy lehetett évek. De ezt addigra hány ember elviselte? Persze, nem, nem, nincs ezek, ezek fel vannak ezek a srácok készülve. Most erre szok, az ilyen vitákra szoktam mindig azt mondani, hogy srácok, ezek a viták, ezek már eldőltek uh -huh. már 96-ba, mert akkor indult a UFC. És az első ö, harcosok azok tőlünk birkozóktól jöttek. Hú, hogy is hívták a fickót? edzőterme van, kérlek, szép, a Rendikotúr, úgy hívják a srácot. 96 kilóban ő volt a, a kötött fogású válogatott, és amikor kim voltunk, akkor, akkor én birkoztam a Rendikotúrral. Ők kint egy sztár egyébként, a Feláldozhatók című film, igen ő igen. egy marha nagy sztár kint. De mi csak így a pofáját ismerjük, de mi birkozók tudjuk, hát ő egy birkozó Persze. volt. Birkozásban nem alkotott olyan nagyot, és ő ezért, szerintem ezért is átmehetett, és akkor csinálgatta ezt a UFC-t, és amikor kimentünk, akkor ilyen videókazettákat ezek már hoztak az edzőterembe, és akkor mutatták, hogy figyelj már, Rendi, hogy összeveri azt a karatés gyereket. És akkor bejött egy ilyen japán karatés csávó, ilyen karateruhába, rendileg legépeltem mint a rongyot, akkor utána, vá, itt egy másik, akkor ez nem tudom, mit, mondták a sportágat, azt is megnéztük. Én akkor már tudtam egyébként, hogy ezt én is akarom csinálni, mert valójában az erről az egészről azt kell látni, valahol kicsit a tiszakmátok is benne van egyébként, mert a felkészülés az hasonló. De, már a fizikai felkészülésről beszélek. De úgy képzeld el, az, az, egész, az összes küzdős, hogy csinálj egy nagy halmazt így a fejedbe ami küzdő sport, és versenyt rendeznek belőle, azt tedd bele a halmazba. Az összes többi meg kint marad. Na most a nagy halmaz, az egész nagy halmaz, azt hívják úgy, hogy MMA. Tehát mert az összes küzdő sportnak az összes speciális szabálya, minden, minden belefér, ami az mma van. Tehát, hogy bárhonnan jössz, Bármit csináltál, bármilyen ruhában, bármilyen bőrszínnel, bármilyen vallással, bármilyen ö, nemi ö, identitással. identitással és ö, szexuális beállítottsággal, senkit nem érdekel. Meg tudod mutatni, hogy a helyzet. Oda hezen... bejöhetsz, ja. és berekedhetsz, és csinálhatod. Na, valójában ezt hívják úgy, hogy igazságosság. És itt tényleg csak az számít, hogy ki van akkor ott jobban észnél, ki van jobban felkészülve, és ki a fasz a gyerek, kinek van töke. Mert ott azért tökösnek kell lenni, amikor becsukják rád azt a disznóreteszes ketrecet, és klattjan egyet, tudod, azért ott bemegy ám a sportszeret a gatyába. Értek én mindent, csak amikor ott áll veled szembe egy csávó, nem? Így néz rád, kiskesztyűbe, a négy unciás kiskesztyűbe, ja. se lábszárvédő, se semmi, van egy fogvédőd, meg egy pöcsvédőd, és be van kemve vazán innen a szemöldöket, hogy ne, szaradj, ne szakadjon le, ha könnyökkel rávág egy jó nagyot. Tehát, hogy így már ne, legalábbis ne elsőre. Ja. Tehát, hogy már az első csúszó. De azért a harmadikra beszokott. De a harmadikra már beszokott, ja, igen, mert ja, ja. lejön a vazelin. De hát nem az a baj, hanem az, a... és akkor ott szembe vagy az emberrel, és pontosan tudod, hogy itt kettő megy be, de csak egy jön ki. Az egyiket húzni fogják. És na ez az igazi, hogy is, ez, ez, az, ami szenvedélynek írtad, ez szenvedély. Tehát, hogy, hogy az, hogy oda bemész, ehhez egy olyan bátorság kell, egy olyan elhivatottság nagyon sok embernek meg. Pozitív embernek. értelemben kell hozzá egy ilyen kis kat, te egy pozitív értelemben kell, nem? vagyunk, mint vagyunk, de ti is azok vagytok ám. Maga nem mindenki, pont ezt, mondták, amikor én szeretek erőemelőkkel edzeni, és voltak nálam erőemelők, és edzettünk, azt mondták, hogy nagyot emelni nem lehet tiszta fejjel. Tehát, hogy ez ilyen emocionális emelés, emotional lifter, tehát amikor bepörgeted magad, és egy a tálapot. Én elvégeztem egy pár katonai képzést, voltam kint annak én Izraelben is egyébként, és ott csináltuk azt, amit a amit a névi szélszesek csinálnak, uh -huh. és akkor ők úgy merülnek, meg tehát mindenféle csak szabad tüdővel, mindenféle segítség nélkül, hogyha mit ha hajóból ki kell úszni, ne úgy csinálják, hogy ez föltöltik magukat oxigénnel. És egyébként ezt csomószor én is csináltam, tudod, nem tudatosan, tehát, hogy, de tudtam, hogy ez jó. Akkor elkezded, és akkor 15-ször így veszel egy akkora lélegzetet, hogy teljesen tágítod a tüdődet. Tehát ez, fizikailag azt akarod, hogy még jobban táguljon, tehát kifújod mindet az összeset, ha még úgy érzed, hogy van, de azt hiszed, kifúj, de nem, még van benne, kierölteted, utána megint teleszívod, megint kierölteted, megint, és így teljes, és érzed azt, hogy így, így elönt az oxigén, az összes izmod, szinte izzik az összes vénád, és akkor így hátul, így a fejedbe így elkezd így bizseregni, Na ez az, amikor az oxigénnel feltöltötted magad. És na ebben az állapotban lehet például a néviszi összeseknek különböző gyors reagálásodókat végrehajtani, de a küzdő sportban is ez számít. Tehát én sokszor így mentem be oda, hogy bementem, és így bizsergett a nyakam, és jó lesz, mindjárt kapok. szoktam én is légzés technikákat gyakoroltatni. Nagyon sokat, mert, fel pörgetni az idegrendszered, ne kell ezt érzed. Tehát egy, egy súly emeléshez is Pont, pont ezt beszéltük, hogyha nagy ismétléssel edzel, úgy nagy ismétlés, hogy a 20 az már az utolsó ismétlése, tehát nem úgy, hogy könnyű 20, egy magas ismétléses, ismétléses szethez stratégia kell, légzéskontroll. Egy kis ismétlés, ez a kettőt, hármat emelsz, fel kell pörgetni az idegrendszert, hogy borsozzon a bőröd, hármat húzod abba, beleadsz mindent a 20-nál, osztod a levegőt, lenyugtatod magad, és az utolsó ötre kakaózol. Tehát ez, ez, a légzés. Az első számú dolog, amivel tudod stimulálni az idegrendszeret egy edzés közben, az a légzéskontroll. Utána esetleg egy, egy, kis, elmekontroll, egy kis elme kontroll, hogy vizualizálsz, de a légzés meg a vizualizás együtt az halálos fegyveredzésen. Ez nagyon, nagyon nem is, nagyon fontos. Nem is csak ez, hanem alapvetően az, a légzés az egy óriási nagy kincs, tehát hogy az a stressz szintre tudod hát, hogy rengeteg van, és direkt nézeket, hogy 5-6 féle légzéstechnikák, technikák, és, és, és bevált, hogy reggel energizálni Egyetem, magadat. Egyet, sport, hát ez nagyon-nagyon fontos. Sportág specif specifikus a légzés, és a légzés gyakorlat nagyon-nagyon-nagyon hmm. nagyon fontos. Nekünk küzdő sportolóknak is nagyon fontos. Úgy tudod magad egyébként életben tartani hát több milyen sorozzák rád. a hasadat, akkor sem mindegy, éppen kint, bent, hol van a levegő természetesen. Ö, ez, igen, ez egy... Ez de az ösztönösen a... jön olyankor már az adott helyzetben, egy, nem? Tudatosan is, Aha. Meg kell tanulni, és az, azután a be, beidegződik. beidegződik. Aha. És akkor ezek úgy vannak. Tehát, hogy utána már nem figyelsz rá, ja. már jól csinálod. Ja. De ha jól lélegzel, akkor a kondíciódat is meg tudod... Kiért ő... tudod tolni? Igen, meg Aha. tudod őrizni. Tehát nem mindegy az, hogy most minden nap futnot kell ki 8-10 kilométert, hogy ugyanolyan kondit csinálj, mint a jól élegezni. Tehát, hogy Persze. és kb. ilyen a hatás. Tehát, hogy hidd el. Na most, ö, nagyon, hú, az előbb akartam egy nagyon fontosat hozzátenni az, amit te mondtál. Légzés technikák. Ja, kézzel, nem az elme. Ja. Hogy az elme, meg egy olyan, olyan dolog, hogy annak idén a mestertől kérdeztem, mindig az volt, hogy gyerek voltam. Egyébként 85-nél hamarabb kezdtem. 85-ben volt az első Hát itt verseny. én készültem belőled. Látom, igen. A, itt az volt. Ilyen. Egyébként a saját oldaladról. Hát lehet, akkor hazudok én is. Szerintem, Szerintem hamarabb kezdtem amúgy, mert 85-ben már az első verset, Tehát megnézzük az kis érmeket, ilyen kis Emlékező meg vannak az... a mai napig egyébként? Persze, a szokta magára Igen? tenni, minden nagyon büszke, hogy beszarok, ugyanígy is írok, amikor fölteszi az aranyérmet. Én megy a szobába a kis töki, és akkor tudod, apa nyerte, tehát nem mondja, hogy ő nyerte, apa nyerte, és akkor nekem nyerte, mondja, hogy neki, de azt sem tudtam még, hogy lesz. Mondjuk oda. itt az, hogy aktív sportfájapultás kezdete. Igen. Nem tudom, az mit jelent. Hát azt hogy hogy már versenyek voltak, meg minden. Nem, más, más idők voltak azok. Na mindegy, is képzeld el, hogy kérdeztem az öreget, hogy ez miért van, hogy verseny előtti utolsó éjszaka, Tudtam, hogy másnap reggel indul a verseny, és akkor, de nem volt még sorsás, nem tudtuk még a sorsolás, semmit nem tudom, hogy kivel fog birkozni. De tudtam, hogy kik a nagy riválisaim, akiket nekem meg, meg kell verni. Tehát, hogy... És akkor képzeld el, hogy mindig olyan álmaim voltak éjjel, hogy, hogy el, elkezdtünk birkózni álmomban az ellenfélel, és akkor csináltam azokat a azokat a taktikai elemeket, amiket ugye én gondoltam, meg az edzőmmel beszéltünk, hogy ez majd jó lesz. És, nem a... jött be. és volt, amikor nem jött be. És akkor mint egy ilyen filmet, így visszapörgettem, visszaforgott az egész, és na várj, akkor itt hol lett el, Ja, itt rossz, rossz, hely, rossz helyre léptem. Puf, és belépek máshol, jó, puf, op már le is ment. Nagyon király! Most a jó! És ott már engedtem tovább megint a filmet. Mm. És, drzr, és a legvégén nyertem. És ezt a fejembe, és, és mindegyikkel négyszer-ötször lebirkoztam egy éjszaka alatt. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy egész éjjel birkóztam álmomban, és akkor reggel fölkeltem, és akkor kérdezték ilyen csapattársaim már versenyen, hogy figyelj, te nem izgulsz? Mit izguljak? Már este kiizgultam magam. Nem, én még gyerek voltam, tizenéves, fogalmam nem volt, hogy mit csinálok. És az öreget egyszer Aha. megkérdeztem, hogy ez micsoda, és azt mondta, hogy ez maga az agykontroll, csak egy ilyen sútyó változata, ami így magától jön. De ha ezt csinálod magadnak, akkor csináld, mert Persze, ez egy meg, dolog. Igen, igen, igen. Hogy már előre egész éjjel arra készülsz tudat alatt, hogy mi fog történni, és pontosan tudod előre, hogy mi van. Nekem egyébként mindig azt mondták a szakmában, hogy én gyorsabb vagyok, mint a többi. Rohadtul nem mert mindig egy fordulatszámmal mentem be, és azt a fordulatszámot, azt intervallumosan van, növeltem, ejtettem, baum, baum, és tudod, hogy ilyen, ilyen hullámokban támadtam, elindultam, ritmust váltottam, mindig úgy mentem, és akkor így, volt, nagyon sokszor azért tudtam nyerni, hál' Istenek ezzel, és, és, ezek a farkak azt hitték mindig, hogy azért mert én gyors vagyok. De nem voltam gyorsabb, csak egész egyszerűen, amit úgy, ott valaki mondta a legelején, hogy már a téma elején, hogy több szándékból, amikor a volt szó, hogy ez hmm. másod harmad szándék. Na, egy küzdő... Hát, hogy előre kell gondolkodni, több lépés én, előre. Látom, a sportoló az olyan, mint a Portis Lajos nemzetközi saknagymester, nem úgy néz ki, mondjuk Erdei Zsolti, nem úgy néz ki, mint Portis Lajos, és nem gondolod olyan okosnak, de hidd el nekem, hogy Erdei Zsolti az olyan, mint Portis Lajos nemzetközi sakkmester a saját szakmájában. a -e játék, -e játék -e, -e, szokták is ezt, és ezt így a fejbe lejátszik a következő ez fe, pár ez év. Nem, fejbe játsza a meccset közben. De. És mikor történik a meccs, akkor ő már kettő-három lépéssel előre jár, és előre gondol. De ott is dől el fejben ilyenkor, nem? Persze, de hogy történik valami? akció, minden akciót reakció követ akció, arra reagál az ellenfél, arra én is reagálok és mindenre, akkor vagy a legkirályabb, például a Jitsu de birkózásban ugyanez a sztori hogyha minden reakcióra tudsz egy olyan akciót, amivel megint csak és a végén egy csiki -csuki helyzetet teremtesz mint, mint, a, mint a malom játékban, és akkor akárhova lép mindenhol szívás van De áll, mire erre rájön? Játék, csak szólok. Van, itt én malomjáték, kint csak szólok. De mire erre rájön az ellenfél, addigra no, már akkor a szarban van, hogy nem bír belőle kikecmeregni. Érted? Hát meg ilyenkor nagyon rossz, az, hogy nem tiszta fejjel megy neki az ember, amiről ja, beszélsz. Hogy, hogy hát mind a sztárok. Mert ugye akkor nincs. A, a, a és... rossz tanácsadó. Nem. Azt lehet. nem lehet. tiszta fejjel kell csinálni. Hát ugy, ugyanazt tudnám egyébként javasolni azoknak, akik bármilyen sportot kezdenek el, hogy hogy a harag, a, mind amit Yoda mester mondott a Star Wars-ban, hogy a harag, a bosszú, a, az össze, a félelem, ezek mind-mind-mind a sötét oldal kezdete. És a sötét oldal meg nem vezet sehova, csak a vereséghez. Tehát, hogy nincsenek, itt nincsenek szitek, itt vesztesek vannak. És, vannak, 20. és vannak jedik. Itt ennyi van. Érted? És a szit, aki veszít, az nyilván akkor arra érzi Én magát. Fénykardok vannak nálam, de az, de, az, de az okos, az okos szit az azt csinálja, hogy ő át akar, át akar menni a, a fényre. Tehát ő végig gondolja azt, hogy ez most miért is történt. A buta, az meg csak haragból, a mutka is megvert, szétvegem a pofáját, szit Na az ilyen marad, de az sose fog nyerni. Na az sose fog nyerni. Tehát ez az összes ilyen sportág, az MMA-t is beleértve, az MMA küzdősportok királya, az főleg tehát az olyan, mint hogyha az ökölvívást, a kickboxot, a tieboxot, a birkózást, a grapplinget, a combat wrestlinget, a brazil jitsut, és még vagy ötféle sportágat ötvöznél egyben, és mm. egyben játszol minden pályán. Érted? Tehát, hogy az tényleg Portis Lajos nemzetközi saknagymester, de ebből mit lát az átlagember? Ú, uh, hát ezt nem nézem, mert nézd meg, megint vérzik szerencsétlen csávó. De, de az elszántságot, a győzni akarást. És sokszor az, hogyha valaki szét van ütve, mint a rongy, és még mindig megy erő, és a végén nyer. Na, na ez szép. a szépség. És ezeket már kevésbé látják. Akkor jó stratégának kell lenni. De egyébként minden sportban. Most fejembe a, nagy... a fejemben, a hogy melyik az a sport, ahol nem kell stratégia. Van ilyen? Dehol így ha, mert mindenhol. science, Mindenhol. Hmm. Sweet science. Tehát engem... tudtok olyan sportágat mondani, ahova, ahova, nem kell stratégia? Szerintem nincs. Tehát ilyen nincsen. Tehát Nyilván a... más a vetülete, de Igen. alapvetően... Vitát folytattam le egyébként például a Kamerer Zoliba. Az használod, hogy, hogy ő, ő stratégia. tudott kaj... Persze, persze, És akkor mindig mondtam, hogy te figyelj, mert most kajak négyesben nyerni, ez mekkora a dolog. Ráadásul te vagy hátunk. Zöld. Hopp! Elindítasz, ennyi a stratégia, hogy mikor, mikor robbantunk. Mikor indulunk el, mint a barom. És akkor most ezt összehasonlítva a saját szakmámmal, hát most nem akarom őket bántani, de azért ez elég sutyi, nem? Tehát, hogy... De nem? Vagy mondjuk, nem, teg nem, senkit nem akarok megbántani, de mondjuk mi küzdőspotok azért vagyunk ilyen, ilyen indokolatlanul büszkék, mert, mert ezt, ez sokkal többnek érzem, mint mondjuk egy. Komplexebb. Úszás, komplexebb, összetettebb, nagyon jó szó. Hogy miért egy úszásban mi a stratégia? Hányféle, hát azért, hányféle technika van? De be kell osztani ott is az erődet. Biztus, hát, és biztus, van egy hopp, és ennyi. Biztos látod a vitathatatlan, és ott mondja az elején, hogy, hogy a, a focit játszák, a teniszt játszák, az ökölvívást, azt nem játszák. Igen, de ilyen, ilyen pólót mi csináltattunk adak idején, csak mondjuk ez most már nagyon szexista, meg minden. arra az volt írva, hogy a, 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 a fiúk, a fiúk fociznak, a lányok tornásznak, a férfiak meg ja. Tehát, hogy ez volt Jó, híva, jogos, de, hát... és akkor, de ezt már ilyen tizen évvel ezelőtt, aztán már láttam más sportolók is, sportáokban is csináltak. Volt ilyen pól, de az a eredeti, eredeti volt? volt ja. gondolom, az is volt. De az eredeti ezt... szerintem az birkozásban született, mert gyerek voltam, akkor már voltak ilyen ha. pólok. Évként engem Azt még egy a kvázi üzleti aspektus egyébként egy olyan témának. Te az üzletet. Amit... Nem? Hát figyelj, hát, ugye, <laughs> nyilván, mindenki, nyilván mindenki más mi voltjából van itt, attól függetlenül azért. Hála Istennek Laci előtt többet tud, hogy a sport szeretett a részemről, meg az ismeret azért természetesen megvan, Abszolút, amúgy. de ez úgy üzlet, hogy egyébként értékelni fogod és kíváncsi nagyon a, a, a válaszodra. Egyébként részben... Erről is. Le lehet, hogy erről van szó, de ez majd a végén. Hülyéskedek csak egyébként, hogy ingyen hívtatuk, ingyen jöttem. Lehet. ha nem lett volna kedvem, akkor azt mondom, hogy nem. Ennyi. Tehát, hogy a Köszönjük egyébként. Szoktam, közöttem, erre szoktam, értem. azt mondani, hogy nem is egy válasz. Tehát az, hogy lebegteted, hogy hát nem tudom, majd hívok, meg, nem tudom. És akkor végül nem jön, nem mindenki tudja, hogy nem fog eljönni. De ezért vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy nem is hogy egy Igen, válasz, vagy érzedet, hívtál, hogy Beszélgettünk, érdekelt a, a mondandóm, azt mondta, tök jó lenne, ha jönnék szimpatikus volt, ah, mondom, persze, eljövök, most beszélgetek a srácokkal egyet. És látod a királyat itt sírni, az se rossz. De egyébként hidd el nekem, nekem pont ettől nőtt én nagyot a szemembe. Nem akarsz te birkozó lenni? Ez már elkéstem vele. jó jól ment. Hát annyira az... Az nem. <gül> <gül> szóval, hogy erről részben már beszéltünk, hogy a küzdősportok, box akár milyen irányba megy, uh, és ugye itt akkor végül is kiosztuk a UFC-t, mint, mint a amerikaiak által showműsorra avanzsált küzdő sport, ami most ugye viszi azért a primet. Uh, nyilván ezt értjük, oké, okay, stb. De amikor kvázi boxhanyatlásról beszélünk, hogy nem annyi embert érdekel, és azt látod, hogy a régi boxbajnokok elkezdenek YouTube sztárokkal uh, vívni, hogy ezt te így ebből a székből, úgy, hogy itt másfél óra a szenvedéllyel beszélsz nekünk, ez, ez, ez te hogy éled meg? Sejtem nagyjából a válaszod, de de az, az, azért, ezzel, szeretnénk hallani. Ezzel. szeretnénk az olyan, hogy ezzel próbálják ugye tartani és egyébként óriási pénzeket kasszálnak ezekkel. Ez, ez, a, kényszer, a, kényszer nagy úr. Ez kényszer, nagy úr, ez jel, kényszer jel. Tehát, hogy az a baj, hogy ez a rohadt UFC, ez tényleg mindent, ez min, ez mindent visz. Ja. Én ennek azért örülök, mert ugye ez is, hogy mondjam, nekünk ugye a Greco Roman freestyle wrestling és punk race, tehát hogy UFC, UFC MMA, magas sportág neve, ez, ez, egy ilyen, egy ilyen, ez egy ilyen egy dolog, tehát, hogy nekem én nem külön látom ezeket, amit mondtam, hogy csinálj egy nagy halmaszt, ez mindegy, ez mindegy. Azt, hogy most, hogy te most mit tudom én, karateruhába csinálod, és akkor tök mindegy. Ez, ez, ugyanaz a sztori. Vagy, vagy te judósnak hívod magad. Az egyébként a kabátos birkózás. Tehát, hogy azok is birkózók, csak ők kap ruhába szeretik. Tehát, hogy... Én egyébként hat éve judóztam, úgyhogy... Tehát, hogy érted? Az, az, volt. az, mind ugyanaz. Tehát, ez hidd, -e, ez tök ugyanaz a szakma, mert emberek csinálják, és végül is a lényeg, a győzelem, tehát az, hogy legyőzd a másikat, a, a büszkeség, a felkészülés, az egésznek a, a lelkülete, és mindegyikben ez a lényeg, ez, 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 ez tök mindegy, de az, hogy lett egy olyan, és ezek a, ezek a hülye amerikaiak kitalálták, mert mindenki mondja, hogy hülyék. Hát ennyi, értenek ahhoz, hogy hogy kell Persze, persze, és akkor persze. Azért azért jött ez az a Dana White nevezetű fickó, és kitalált, Ért hozzá. hogy legyen egy persze. ilyen, és csinált egy ilyet, és, és a legnagyobbra nőtte ki magát most arra már, és nem is fogják tudni megverni jó ideig, ameddig ugye még fönn van ez az egész, hogy is mondjam, társadalmi Ipe. rendszer, mert hogy azt tartja el. De tudod, mi még az érdekesebben? De ez mindegy. Tehát a aha, lényeg az, aha, hogy aha. egy, és, és nem kell külön venni. Én amikor bejönnek hozzám teljesen kezdős srácok, akkor mindig azzal szoktam kezdeni, hogy figyelj, kezdjünk akkor ökölvívással egy kicsit, jó? Utána meg beletesszük még a lábadat, tehát akkor hm. üti-rugi lesz, és akkor majd-majd, egy kicsi, jobb, akkor már tudsz egy egyenes tűtni, és akkor majd utána, majd elkezdünk dulakodni, aha. akkor már benne van a takedown, tehát Hi. a levitel, és akkor majd utána, mert hogy ezek nagyjából a birkózás az a közepe ennek. Tehát én nagyjából az MMA-t három részre bontom. Uh -huh, Van uh -huh. az állóharc, ezt nyilván lehet sportágakra is bontani külön. Van a közepe az a dulakodás, az maga a birkózás. Uh -huh. Ebből olyan nagyon sokfélét nem tudsz, mert ugye nincs rajtuk gi, nincs rajtuk kabát, nincs rajtuk semmi, tehát az minden, nem ami, tudom, minden, ami mondja, no ha. Gi, de minden, ami no az általában lentről van, nem állásból, csak a birkózás van állásból. Tehát hogy azért az a közepe, és akkor van a, a legvége, ami ilyen combat wrestling, brazil jitsu uh -huh. lényegében. Ja, és egyébként Grand and pound, tehát, hogy a földön még ütnek is, igen, 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 tehát, hogy azért nem elég csak jicuzni, mert hiába tudott te a legjobb trükköket, vagy a legjobb felkészült fekete jöves, nem tudom én, Renzo Grészi, teljesen mindegy, mert úgy fejem fog vágni a legelső sutyó, aki ezt pontosan tudja, hogy te vagy a Renzo Grészi, fejem fog vágni, és nem fogod tudni befejezni ezt, amit te kitaláltál a fejedbe, mert elfelejted, mert halántékon fog vágni kalapácsütéssel, mint Piedone. Tehát, hogy azért mondom, hogy más, tehát, hogy, és ebben pont ez a szép, hogy hidd el, ha mondjuk a, a Kovács Pista, a Kokó, azt mondaná, hogy ő mma egy ugyanilyen súlyú, nem tudom, MMA-ssal, akkor a meccs előtt megkérdeznéd a kis mma legényt, hogy figyelj, a Pistában mész egy, egy gyilkos menetet. Tehát, hogy öt perc halálig. Na most szerinted ő odaállna a Kovács Pistával vívni? Nyilván nem, amiben soha ő erős, azt, azt hozza nem. persze. Soha nem. Tehát, hogy pont ez a szép benne. Mindenki jön valahonnan. Uh -huh. Tehát, ha én meg birkózóként velem, meg nem áll oda, senki birkózni, hát hülye uh -huh. lenne. Velem meg mindenki a kezet erőlteti egy gyicussal, egy fekete jövő gyicussal, ami nem állsz a földön, az csak áll. Lemegy az ember a föld, egy gyerek eljövő, nem, nem megy. Az <coughs> meg fönti. Tehát, hogy megvan mindig a taktikai része, ami hogy, józan paraszt észre átgondolva, még logikus is, és akkor hogy ki tudod te is találni, hogy na mik lehetnek azok a pontok, amik majd jönni fognak ebben az egészben. De valójában ez a szépsége, hogy ez tényleg egy észjáték, már az elején a kitalálásnak, amikor meglátod az ellenfelet. És egyébként egy rohadt nagy, hogy is mondjam, pszichológiai része is van, tehát az, hogy amikor összeállnak az emberek, és így nézik egymást. Pszichológiai? <laughs> ez, ez már maga, ez már már maga, maga viselik, a mérkőzés része, hogy nézik egymást. Ja. Hogy ki, hogy viselkedik, olvassák Óvassák, ja, az az, ez az olyan a csalóka. Azért vannak ilyen show, show elemek, nem, amikor az ez, elsőt ez megtalálják. Ez minc, ez is de ez is szciológia. Hát, hát az. persze, ez ettől még azért verekedést Ett, Több még a végén hogy... beállnak az a ringbe, persze. Persze, de hát most az, hogy most valaki odamegy egy vintőmély, egy piros bot sapkába, ja, és ja, hülyéskedik, ja, meg ja, minden, ja. ebből én pont azt tudom, hogy ez egy komoly talán kis pörzsgyerek, aki csak itt hülyéskedni akar, de majd most szájon vágom aztán, hogy megtanulja. Tehát, hogy jó most csak mondtam egy hülyességet persze. De valójában megvannak az alapok. Én már nagyon rég voltam egyébként ketrecben is, meg birkózom régen egyébként sokkal jobb volt a szemem. Olyan visszahozza egyébként a, az eredeti természetét az embernek. Nézd meg, amikor a kutyák összetalálkoznak egymással, tudod, van egy testbeszéd. Ők így dumálnak. És pontosan tudod, hogy melyik akarja ledominálni a másikat. Látod rajtuk. Melyik az, amelyik fél egy picit. Mert és, és ugyanígy a küzdősportban is. Csak kis, pici vannak. Ezek, mimikák, igen, de, ezek, de ezek, ezek, az emberek már profik. De a stratégia már, a ámítanak. Indul. Ez is ez már stratégia. Csak pont azért egy csomó olyat lát, hogy nem csomó, de van egy-két kiemelkedő videó. Persze, a az, a Persze, Viszont, viszont látni, hogy összeáll a két küzdből sportos, az egyik nagyon gyilkosan, és a másik meg csak mosolyog. De úgy, te nyilván láthatod, hogy na, az egy gyilkos lesz, és a mosolygos széjjel az embert, aki, aki ilyen kis durcás volt. Tehát, hogy már ott indul a stratégia. Há, hogy ne? Tehát, hogy de ebben ez a szép, hogy ez, ennek van egy pszichológiája, tehát, hogy, és már ott elkezdődik a mérkőzés, és abból már lehet levonni következtetéseket. Mondom, mint az állatvilágban, hogy látod azt, hogy ki az, aki domináns, ki az, aki próbálja, ki az, aki, ki az, aki inkább hagyja az egészet, és akkor csak mosolyog az óra alatt, mert pontosan tudja, hogy mit, mit vár egy pillanatot. Tehát egy csomó ilyen csomó ilyen része van ennek, tehát, és ezek, ezek, nagyon, nagyon jók, nyilván sok tíz év után azért ezek így kijönnek, meg így leglátom, és így mosolyogok is az, hogy ügyes a csávó, de, de valójában itt megint csak az, hogy ez azért ne felejtsük, hogy egy rohadt nagy só az egész. Tehát itt hát meg a szórakoztatás szó. a lényeg. Tehát, hogy ezt, ezt, a paper view ugye meg kell venni a nap végén az embereknek, és ugye ebből van a UFC-nek. A... Szerinted miért nincsenek magyarok egyébként a UFC-ben? mondjuk ezen is sose gondolkoztam el, de... Ott van a közeli KSV. Nincsenek jó bunyósaink? Csak de, a kérdezem. Van. Hát, ugye ez lehetne. ugyanaz, mint amikor a, a, akár a lacék sportjában, ugye a gyúrásba, a testépítésbe, Ugye megint jön ez a sportdiplomácia, sportpolitika. Nagyon nehéz Amerikában. Ebben nincs diplomácia. Ebben nincs. Mert Amerikában nehéz úgy érvényesülni, hogy, hogy te nem tudom, egy magyar vagy, aki azt se tudják, hogy Európa egy ország, és akkor mi ez a Reagálhatok egyet. Csak, Ebb, er, csak eb... a, a, az én versenyem, az én első profi versenyem, tehát én amikor, ifb IFBB-nél versenyeztem, csak egy rövid zárójel, mindig azt mondták, az IFBB-nél be kell járni karrier. Hát pontosan és mutatni, mutatni az, kell az, az első, én az első, De te neked ez nem így volt. az, első benyelte. IFBB versenyemben egyből profi az első profi Olimpiára kvalifikáltam. az az a dolgok, Egyértelm... COVID miatt nem jutottam ki, de nekem az a filozófiám, hogy ha nagyon 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 jó tudsz lenni, az aktuális mező. Jó, de ezzel fölülírod nyilván a... ezeket a iratlan, kellemetlen szabályokat. De, de általánosságban amikor hajszál dönt, amikor akkor hajszálak sem. döntenek, akkor az ismertebb név fog nyerni. Hát, így van, így van. A, a bajnokot van. mindig nagyon meg kell verni. Ja. Szerintem. őt nagyon igen. Én ezért lettem egyesüst az Olimpián. De ugyanakkor. Szerintem úgy visszatér, a bocsánat, a válasz az, az ugyanaz, hogy magyar, magyar Szerintem az az ugyanazért eredeti. nincs, amiért mondjuk Arnold Schwarzenegger és csak nem tudom száz évente van, mert európaiként rohadt befutni Amerikába. Nem tudsz színész tenni, úgyhogy nem beszélsz úgy angolul. Nem. Az egy más korszak volt. Most Aha. már minden sokkal profit mint az ő korszakában. Fejben? Tehát mostanra ugyanúgy megvannak Arnoldok, -ok, mint megvannak az Arnoldok. -ok. Persze. De mégis kurva nehéz befutni, már elnézést, hogy így mondom, nagyon nehezen tud befutni. Ő Árnodnak akkor könnyebb volt, ő akkor egyedül volt, érted? Tehát, hogy vakok között a félszemű. Persze, között a félszemű a király. Na most ezzel nem azt mondom, hogy Árnod béna, meg nem jó, meg nem tudom mert nem a legnagyobb király a csávó, tudjuk jól. Tehát a Terminátor azt persze. De nem ez a lényeg, hanem hogy maga a sportban. Tehát akkor még ez egy ilyen, felfutóban volt, és ő pont egy ilyen divat hullám, mert ráment, nagyon jó voltak, jók voltak, egy, egyébként Arnold is birkózott, csak úgy mondom. Kiegészítőként olvastam a könyvét még ö, Ausztriában, amikor itt élt, akkor ő birkózó, lejárt egy birkózóklubba birkozni, birkózni, mert az összes izmot erősíti. És valójában tényleg így van egyébként. De és visszatérve arra, hogy miért nincsen, szerintem, és most megint csak azt mondom, hogy szerintem, mert ez csak egy vélemény, már nagyon szeretném, hogy összevesznének majd a igen. kommentelők alatt. Igen, igen, igen. Így az alatta, alatta. Vesztenek is össze, mert azért is hoztam föl ezt a témát. Azért nincsenek a magyarok, mert vannak jó bunyósaink. Azért nincsen magyar a UFC-ben szerintem, mert ez egy akkora biznisz, amihez mi túl kicsik vagyunk. Tehát ha nézd, kiket látsz? Látsz írt, látsz brazilt, látsz, mit tudom én, mexikóit, látsz fekete srácokat, látsz mindenféle nációból látsz embereket, oroszt látsz már, oroszokat. De mind-mind-mind olyan, olyan rasztból meg olyan közegből jöttek, akik egy nagy, hogy is mondjam neked, egy, egy nagy közösség tagjai az Egyesült Államokban egy jelentős közösség tagjai közül jöttek ki ezek a srácok. Tehát, mint például mondjuk a, a, a fekete srác. Nyilván az összes fekete neki fog szurkolni. Tehát ez egy szintiszta a üzlet, és egy maradjó jó politikája egyébként ennek az üzletnek, hogy Ezeket az ír közösség, marha erős összetartó közösség az Egyesült Államokban nem, persze, az írek. Az persze. oroszok ugyanez. A lengyelek ugyanez. Hát kis Most, piac vagyunk, persze. És, és ne, van, van erős összetartó magyar közösség az Egyesült Nincs. Államokban? Na, igen. Na köszönöm okay. szépen, akkor megjöjjön. Nem gondoltam, megjön. hogy nekiuk az, de ez frankó. De igen, akkor figyelj, Dana White, ha berakna egy magyar srácot, egy Mit bármelyik súlycsoportban döntünk. nézők tiszta hát nem a, vége a... az, hogy Dana White pénzt akar keresni. Hát Értjük, hogy jó bunyósok vannak mindenhol, de abból sok van. Ja. De kikkel tudunk jól keresni? Kikben, kit éri meg építeni brandként? Ott ja. van Megregor. Ne, Megregor nem a legjobb építeni. bunyós a világon, ezt lássuk be, nem jó ja. a legjobb. De mégis az egyik legjobb karakter. Hát egy olyan karakter, aki aranytojást jött hát hülye lett volna nem bunyóztatni, még a sok balhéja ellenére sem. Tehát, hogy érted? Ez a lényege. Miért nem egy magyar srác van ott? Azért, mert ha egy magyar srácot berak, akkor. 13 pár milliós piac még ezt sem mondanám, tehát akkor tudod, mi lett volna? Akkor Dana White-ot fölhívja két ott élő magyar, hogy te adjál már ingyen jegyet. mert hogy el akarok menni megnézni a srácot. Tehát nagyjából, mert hogy én nem azt mondom, hogy mi gagyik vagyunk meg minden, Persze. hanem azt mondom, hogy mi gagyik vagyunk. Most van szlovák srác, ufc ben nem? Jól tudom. Van egy-kettő. Most egy szerződés. Van egy-kettő, de ott más a sztori. Az tehát, ő... ott nagyon megy ez a szlovák kettőre szarcon, most valakit vittek el, mert a jitsu srác, ott valami volt, mondta, van egy barátom, az Iván Bookinger, jó, tényleg jó barátom, a, volt egy ilyen műsorunk, és akkor ott ilyen akadály, ilyen családok futottak ilyen akadálypályákat, és ott két, ez kicsit két más volt a srác. UFC. Srác. <laughs> ő UFC, ő, ő, ő egyiket kikapott a megregortól, tehát ő, ő hatszoros világban, csak mindenféle szervezetbe, ott a Nagy Marián meg az Iván Buckingerök nagyon erdőtársak, és jókat mesélt egyébként, és mind a kettő birkozóból lett, ugye, mm -s. Hát ez általában így szokott lenni, de de mondom, az a baj ezzel, hogy egyébként pont ezt szoktam mondani például a Növényi Norbi fiának. Ugye, uh -huh. ő egy nagyon jó szervezetnél van, uh -huh. és a Bellator. van, igen, és elég jó szinten áll már. És, és, mindig lobogtatja például a magyar nálam, magyar nálam, nagyobb magyar nem kell. Ezt, most, ezt mindig is szoktam mondani. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy nálam hazafibb, azt szerintem hazudik, vagy festi magát, vagy valami. De, de ilyenkor tényleg mondjuk egy ilyen fiatal, 20 éves kis takonykölyöknek mégis azt mondom, hogy figyelj, nézd meg mondjuk a, a mit tudom én, lepkes a, grúz gyereket, aki egyébként Ausztráliában él, és Ausztrál ja, ja, van, ja, ja. oké, okay, megmutatja a grúz zászlót is, azért mindig az Ausztrál Pont azért, hogy érdek legyen őt betenni egy mérkőzésre. Persze. Na most, ezért sajnos szomorú, de ezért nem nem kerülünk, vagy nehezen kerülünk mi ilyen címmeccsek közelébe, mert egyszerűen nem. Na most a, a profi hogy miért hanyatlik, azt szerintem meg azért van, mert egész egyszerűen az emberek ezek a nagyon nagy nevek már kikoptak, uh -huh. olyan, tehát megöregedtek, olyan igazi nagy nevek, olyan igazi... Gyenge az utánpótlás? Igazi karakter nincs. Aha. Tehát, hogy de van egyébként, de de nem ismerjük, nem tudták úgy fölépíteni, hogy tényleg mindenki ismerem de a tyson meg ezeket Pert az arcokat. És, és maga a sportág is egy picit úgy, hogy is mondjam, elment mellette a világ. Hát most, uh -huh. ha beülsz egy mozifilmre, és van benne az első 15 percben egy, egy csetepaté, de, de ott nem, nem lő neki 50 tár lőszert. Akkor a Nincs robbanás, Persze. és ne, akkor azt mondta, hogy fű, a film. Tehát, fű, vontatott. Ja. Na most ez a sporttal ugyanígy Persze. van. Egyen. Tehát az embereknek elment már a, hogy is mondjam, ez az, az inger nagyon magas most már. Ez az inger, inger küszöb, ez már nincsen meg. Tehát, hogy annyira elment, hogy és figyelj, pont itt az utánpótlása kapcsolatban, és tehát ezen az utolsó kérdésünk, ezt mindenféleképpen meg szerettem volna tőled kérdezni. De ugye majd a többször... Két órája megyünk. Majdnem két órája megyünk. Repül az idő, látod? Jó, jó társaságban. társaságban repül az idő. Hogy... Még egy pohár vizet, igen. <gül> 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 és tényleg vizet izunk, pedig szombat jó. van. Persze. Kézed, ha még söröznék is, akkor Fuh, mi lenne? Akkor az kemény lenne. Azt, Főleg a, ugye itt az úri embernek melletted, mert szerintem mikor te itt nem... nem... is utoljára? Nem mi? Mondjuk ez látszik Kérdezzük meg a Márkot Ez látszik is rajta. mikor újtál be utoljára? Szerintem egy fél napja. <laughs> Azért vagy ilyen csönbe. Igen, már az túlélő még túlélő üzemmódban vagyok. Akut másnapos, de figyelj, hogy uh, utánpótlás. Többször említetted ezt a PC politikailag korrekt kifejezést, egyébként uh, hát sajnos vagy nem sajnos, de ugye a mai életben, világban kötelező jelleggel, és tényleg oda is figyeltél több uh, szókimondó témánál egyébként a fogalmazásra, és pont ebből az aspektusból kérdezném itt az utánpótlás kérdését, hogy akkor, amikor akár az amerikai fociba, akár bunyóba, ugye fölkapott téma is, és a, jönnek az orvosok, hogy na ilyen nagy károsodás, na olyan nagy károsodás, mennyire látod azt, hogy a, míg amíg mondjuk én a saját gyerekkoromból tudok kiindulni, hogy mindenkit vitt a szülője, vagy judozni, vagy karatézni, tök mindegy, hogy most az kiokosin volt, vagy, vagy sotokán, de vitték karatézni, versus most mi van? Mennyire elrettentő, mennyire gondolkozik egy szülő hogy na ne verjék szét a gyerekfejét, fejét, versus ugyanúgy viszik, hogy látod az utánpótlás kérdését, és akár tényleg így globális szinten, pisziséggel együtt. Azért ez összetettebb ez Össze, a kérdés. Összetett, persze összetett. Azért összetett, mert alapvetően globálisan én azt látom, hogy maga a színvonal, tehát már mint küzdősportnak, és most vegyük a birkózást, a színvonala az nem emelkedett. Sőt. Na most, ha most lennék 20 éves, én meg merem kockáztatni, hogy nagyobb baj csinálnék, mint a saját korszakomban. Valószínűleg nem azért, mert most a mostani eszemmel, hanem egész egyszerűen, ha ugyanazt az energiát teszem bele, ezek nem tették volna bele. Tehát valószínűleg a végeredmény ugye adott lett volna. A mostani srácok, hát mivel a színvonal nem olyan, eleve kevesebben is vannak, nem válasszák, ez megint csak olyan, mint a víz, tudod, hogy sportolni kell, mit akar sportolni, elmegyek teniszezni. Ott biztos, hogy legfeljebb a labdavák homlokon, tehát hogy jobb esetben. Jó én. esetben. Na most ezért mi küzdősporták szeretők így ilyen téren nehéz, nehéz helyzetben vagyunk, de itt megint csak belejön az, hogy azért ne felejtsük el a UFC-t. Tehát, hogy ezt azért mindenki nézi. Ha persze. Mondhatom azt, hogy az én edzőtermemet is ezt tartja el, hogy ezt, a, ezt a rohadt UFC-t nézik, és, és mindenki tényleg megregor akar lenni, meg olyan arcok, és Hát és... meg des, is olyan. Hát én nem. Egyébként én nagyon-nagyon nagyot hibáztam, mert az én ellenfelem is a 74 kilós amerikai srác, ő még a, a, az orossal is bunyózott. Hú, hogy is hívják? Mindjárt mondom neked. Ne is súlyú világbajnok volt. Hát most már meg nem mondom a nevét, majd eszembe jut szerintem a műsor után. És ő, ő, még időben abba hagyta a birkózást, és ment át oda. És nagyon jó meccsei voltak, aztán az anakondáknál, meg a most nem tudom hol volt edző nagyon sokáig tehát hogy ő ezt ugyanúgy oktatta na most visszatérve a srácokra szerencsére divatos tehát hogy oké okay, de a divatból még mindig nem lesz profizmus csak, csak sokan vagyunk de ez azért jó mert ha sok, sok nagy a merítés akkor, akkor a nagy merítésből egy-két olyan értékes gyöngyszem azért csak kifutja magát és akkor lesznek srácok Úgyhogy egyébként nekem, mint edzőnek, én valójában nem is olyan edzőtermet üzemeltetek mostanra már, ami, ami a profi... Én nem keresek versenyt. Nem egy versenyistálót én, gyakorlatilag. Nem, én nem versenyistálót üzemeltetek, hanem ez, ez hobbista klub. Na most a hobbista klubomból már most mondom, hogy van négy-öt olyan arcom az elmúlt években, akik versenyre mentek, utána szakosodtak, elmentek dzsicsuzni, a másik ide, a harmadik oda, előtte úgy jött oda, hogy egy nem tudom, milyen futár volt a srác, és semmi köze nem volt az egészhez. De én, és itt jön az én szerepem, én meg tudtam vele úgy szeretetni ezt a szakmát, hogy örökre megfertőződött. És soha az életében nem fogja abba hagyni, biztos ő benne. Tehát kapott egy mintát, kapott egy, egy olyan lökést, ami, ami elindította ezen az úton, és ha nem is lesz UFC bajnok, kit érdekel, de van egy ember, meg egyel több olyan ember, aki imádja ezt csinálni, és imádja a sportot, és ettől fog ez túlélni, ettől fog ez megmaradni. De ez nálatok ugyanígy van, hogy mindig jön egy olyan, aki jó, hát biztos, hogy nem lesz belőle nagy, de hidd el, nekem ő lesz az első, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy segítse a sportágat, versenyt tudjon szponzorálni, fog. Pedig ő nem volt bajnok, és ebben ez a szépség, hogy valójában a sportot ez, ezt tartja el. Hát ugye ez nem egy, egy, államilag támogatott valami. Egyébként ilyen tekintetben mondjuk a fotballra mérges vagyok, mert a fotballtól nem is tudok más sportágat mondani a világ mint a fotball, ami saját magát el kéne, hogy tartsa. A fotballra aztán pont nem kellene fizetnünk egyetlen, egy büdös forintot se, mert ennek saját magát el kéne, hogy tartsa. Mindenhol eltartja magát a világon. Üzleti alapon működnek, és eltartják magukat. Na most azt a pénzt, amit, amit ezeknek odaadunk, ezt adhatnánk mondjuk olyanoknak is, akik nyerik az olimpiákat. Most már egyébként nem lehet panaszunk, mert az én időmben én még válogatott a anyámhoz jártam menni, mert ennyire nem kaptunk fizetést. Mondták, hogy majd lesz fizetés. Volt, hogy egy évig nem kaptam fizetést. Visszamenőleg se kaptam meg egyébként, hanem kaptam egy fegyelmet, és kirúgtak. komolyan mondom, hazajöttem Finnországból az Európa bajnokságról, bronzilmes voltam az egész csapatban, én egyedül hoztam érmet, behívott a csapatfőnököm, a Tóth István, itt nem messze a BVSC-be voltam. Tóth István, ő volt itt, itt a BVSC, pont szemben a behívott az irodájába, hát az a helyzet, hogy ezt alá kéne írni, és nézem, fegyelmi. Még kapok fegyelmi, tehát most hoztam az elbén egy bronzérmet. Senki nem hozott érmet, csak én egyedül, én is csak azért bronzott, mert a komárom mi nem mondta a, a, bírónak, hogy a török engedte szét előbb a kezét. Tehát, hogy ilyen hülye szétengedő szabály volt. Aha. És egyébként nyertem volna azt a meccset is, de döntős lettem volna. Hát nem, Sanyikám, tudod, hogy ez ilyen. És akkor utána nagyon fölideges, tehát aláírtam, menjen a büdös ott hagytam, és uh, utána megnéztem otthon a munkaszerezést, te az volt benne, hogy ha én kapok fegyelmet, akkor visszamenőlegesen semmit nem kellene fizetniük. Uh, 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 Tehát ez volt az egésznek uh, uh, az oka. Pusztán anyagi át, Persze, so, 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 és. So, hogy... lenne egy, egy kérdésem. Uh, utolsó e kérdés? Hát vagy utolsó, egy három dolgot is fölírtam, ami végig érdekelt, hogy 2001-ben 76 kilóba indultál, aztán volt 85 kilós indulásod, még ugyanabban az évben, aztán 2002-ben, uh, vagy 2002-ben, meg így 85-ben, és 2003-ban 74-ben hogy ezek a 10-11 kilós, vagy 9 és 11 kiló közötti ö, súlyváltozások, ezek, ezek téged nem viseltek meg? Tehát Magyar. mondtad, hogy neked nem kellett itt harcolni a súlyért, de Magyar. akkor sem, amikor... Én akkor már nem számítottam egy fiatal versenyzőnek. Ö, Miért volt erre szükség, ha itt is, ott is tudtál villantani? Na most egy olyan ember kérdezi ezt, aki soha az életében nem bírkozott, de neki is feltűnt ez az, ez az anomália. Aha, aha, aha. Na Most mondom én, a szintén említett Tóth István, az én kipusztítottam 85 kilóban mindenkit, vagy 84 kilóban mindenkit. Kihaltak az emberek. Magyarországon kipusztítottam mindenkit. 74 kilóban ö, volt egy, egy, ö, egy, jó versenyző, a Berzizatomi, és 85 kilóban meg volt, volt, egy fiatal srác a saját klubomban, a kisbalás, akit készítettek. De ő látszólag sem volt 80, mert akkor 96 kilós nap. Kis Balázs, foglalkoztam vele, mert egy időben az olimpiai csapatot mi támogattuk, igen. és a Kis a lámbányt és a Lődinsztár sok hozzám jártok táplálkozási tanácsokért. Igen. Na most akkor a 97 kilós Kis Balázsról beszéltem, igen mondom, nem sok van. Na, de már akkor is ő, ő 97, aki nem volt hülye, azt tudta, hogy ez 97 kilós lesz, és a főnökünk, a saját csapat főnököm bele akarta tenni az én súlycsoportomba a kész készpicsa picsa meleg máli, bele akarta tenni kis Balást az én kipusztított súlycsoportom, hogy rögtön válogatott legyen. Én meg takarodjak le megint egy súlyjal lejjebb, és harcoljak a berzicával meg az összes többiekkel a válogatottságért. De én akkor már egy kész 85 kilós voltam, tehát oda is fogynom kellett. 92 kilóról fogytam 85-re. Most képzeld el, 92 kilóról 74-re. Megcsinált... Ah. Akkor ez az, amit nem adnak ingyen. Igen. Megcsináltam, nem akartam megcsinálni, nem kaptam fizetést, nem kaptam semmit, ment a izé, a hepaj. És egyébként én akkor jöttem el a, ettől a klubtól. Mert egész egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni, hogy ember, hát ne vágd le az arantójást, hogy tyúkodat, te normális vagy. Nem, ő már akkor a balást akarta. És ö, aztán egész egyszerűen én lefogytam, az az olimpia el is ment nekem, nem is tudom melyik volt az már, el is ment, tehát hogy mondták, hogy nem, nem visznek ki az olimpiai kvalifikációs versenyre, mert lefogytam 74-re, és, és nem, nem vagyok akkora, nem vagyok 84 kős, sőt, higgyem el, hogy nem. Úgyhogy ki, akkor kiviszik a balást. A balást meg összeverték, tehát hogy nem szerzett kvótát. Ú, így könyörögtem, gyerekek, vigyetek ki, vigyék az utolsóra, hát kivégzek mindenkit, kibelezek mindenkit, meg lesz a kvóta, aztán majd vitatkozunk, hogy kiutazik az olimpiára. És nem. Nem, azt mondták nem. Uh -huh. Úgyhogy ez már akkor a fejem fölött el volt döntve. Én akkor már pontosan tudtam, hogy engem lényegében a saját klubom, az egész portákból kiebrudal, tehát hogy nekem nem kell, végem van, tehát hogy ennyi. És akkor még pár évig próbálkoztam, Na, ez az az időszak, amikor nekem már régen már emáznom kellett volna. Tehát, hogy Pont ezt, ezt mondtad az előbb, hogy igen, ezeket én már nem kellett volna, hogy megéljem. És, és végülis lényegében engem ezzel a súlyingadozással tönkre is tettek, párkit tönkretettek no, volna egyébként. <laughs> Menjél tovább, igen. Most, <laughs> ezt és akkor... Lényegében ez engem tönkre is tettek akkor ezzel a súlyingadozással, és, és ott meg is pecsételődött a sorsom. Tehát azt hiszem, ez, azt hiszem, ez azt hiszem egyébként, hogy vagy az Aténi Olimpiára volt, vagy már Kínára. Nem, de, de mégis még nekem ez ugye, föltűnt, tehát azért nekem 2003 pozitív jött az Kína, le. nem Aténra volt. Hát itt uh, 2003 voltál 74, 2002 vagy 85, és előttem előtte 76, 2001 volt a voltál 76, active. aztán, aztán 85. Lefogyasztott, 8, az, aztán... az ökör, lefogyasztott az ökör, hogy, hogy tönkre tegyen. Igen. Hmm. Viszont nekem az jön le, hogy, hogy egy igazi küzsőt, hogy te 85-ben voltál kész. Sanyit meg egy És ez itt a csapatban a szerelni. Igen, a táplálkozás nagyon fontos egyébként, de azt tudnod, Ugye nem vagyok egy nagyon édes szájú arc, én is elég cuki vagyok, most gondolj bele, nem Mi így. lenne úgy? Figyelj, csinálok egy turmixot. Na, csinálj egy turmixot. Pont, pont van egy véletlen, tök, véletlenül. véletlenül. de viszont vé... véletlen, van itt egy turmix, de... Akkor egész véletlenül mondjuk legyen, melyik volt az, amit mondtál? Sós A sós, karamellás a sós, karamellás a sós karamellás legyen, mert egész véletlenül legyen az is. Olszó. Két olimpián ment el egyébként ezen a baromságon, amit ez az ember csinált velem. Én, ha valakire haragszom, akkor rá, ragszom, igen, ha? Az, az nekem hát tizen év visszavetése a tehát én a karrieremet nem is tudtam úgy befejezni, hogy ez méltó legyen. Hanem egész egyszerűen el, el, el eltakarodtam a színről. De na, neked már fúró volt a jeled. Olyan, de várj, olyan, kavaró, olyan kavarásba, hogy fúró volt a jeled az óvodában is. Vagy tényleg? Vagy, vagy csak kevered és merős vagy. És ez kész? Ez most kész? De nem kell ennyit rázni, mert két rázástól már jó, tökéletes. Jó, de már megszoktam. Ez de... az az, az egy másik márka. Egy másik játék. Sokat voltam egyre amikor megszoktam. Na lássuk. Ezért is azért rázok egyet, hogy mindig úgy, úgy érezem, hogy kész van. Na oh. várjál, egyik. De ez a biznisz része számotokra. És ezt Igen. viszik, mint a cukrot. És hát ez finom. Ugye, én jó, imádom a minőség, ízét, ízét. de nem csak azért jusszuk persze. Jó, egy. Én megmondom Sza. őszintén, én nem írtam volna el ennyi durva, hogyha szar lenne. Ez komolyan van. Az, Szerintem azért ezt azért látod tényleg, a, a cím, hogy... Vál, tudom vállalni azt, hogy, hogy nem tömöm meg a fiatal srácok fejét hülyeséggel. De Anos a se íttál. Pénzért se? Nem. Tehát ez azért van, azért szeretnék itt maradni, mert tudunk úgy együtt dolgozni, hogy idomul a, a, a reklám is, meg a sport is. Ez én, én, végül is ezért. Tehát, hogy nem, nem a marketing teszi ki a nagy részét, hanem tényleg. Nem, jó, mert ez eladja magát. Tényleg tehát, jó a termék. Igen, ha egyszer mondod, hogy én is ezt hiszem, mert tényleg ezt hiszem, és az, volt olyan cég, ahol okay. ott voltam, és ezt ittam. Most bocsánat. De <laughs> miért ilyen édes? Bár, az, az, a teljes, vagy a vizes? Vizes. Hmm. Az a vizes. Ez a vizes. Igaz hogy a teljes neki túl. Szerintem az, édes az, édes az, szállam. az szállam. a túl. Van, van light verzió. Már, már van De ez mi, fel, ez cukros? Vagy nem, csak édesített? Nem, nem itt te vagy az a típus, akiknek ezt a, ezt a verziót kell? Az nem olyan. Fogyasztani, mert ezt úgy csináltuk, hogy negyede vagy harmada, vagy mennyi édesítő van benne? Egyrészt a itt azért egy elég egyszerű sztori van, hogy amennyi vizet teszel bele. Én a teljes. Komolyan? Aha. Nem, ez figyelj, ez olyan, mint Kál egy megolvaszt fagyi. Tök király. Finom, nem? nem? Jaj, ez tényleg jó. Ez olyan, mint egy megolvasztott. És, és gondolj bele, nyilván neked nincs olyan súlyt problémát, hogy most úzi, ú, elhíztam, de aki, aki nem vehet édességet, de ihat egy ilyen fehérjét. Annak az áldás. An, annak, van. igen. Annak ez olyan, mint egy karamellás meg is fagy, érted? Ez baromit finom. Ez tényleg jó. Na, örülök neki. És én, én megmondom hogy a teljes jobban ízlik. Ez amúgy érdekes, mert pont, hogy a vízbe ugye kevésbé kéne, hogy intenzíven, de figyelj, mm. íz, Jobban lágyabb. feddi neked? lágyabb. Lágyabb, lágyabb olyan. A telj, telj, az, kicsit el, a tej az az, az, az nyilván a nap végén tej lesz, tehát hogy ne, nehéz, nehéz kompenzálni, csak hogy érted, tehát, hogy mondjuk a legtöbb esetben ezt, hogyha vízzel beleöntöd, nem is oldódik el egy, egy rosszabb minőségű cucc. De hát itt, itt, ilyeneket, hogyha most ugye a szakmaiságot Figye, adtak hozzunk. nekünk is azért sok mindent. Hát gondolom. Féle... Sportrobbit Sportrobit meg mindent, nem? Ezt akartok kérdezni. <laughs> Pff, annak nem <laughs> ilyen íze volt. a mi időnkben olyanokat ittunk, hogy atya úristen. Sportrobbit az azért volt, hogy már beálltetted a kanalat, a készülőmézbe, vagy a tolt, és megállt benne. Meg. csak Tehát hogy mondjam, hogy, mondjam, hogy az én időmben hogy voltak ezek a dolgok. Birkozó válogatott, bejött az adott személy, nem mondok direkt nevet. Srácok, itt van, tessék, most már ezt kell inni. És nézem, lejárati dátum, más, más másfél éve elmúlt. De nem ja, azokat adott. szeretem. Az más, nem, éve. Igen. de nem, nem, tegnap, másfél éve. Te mondom, figyelj már, ez lejárt. Tudod, mi ott a válasz? Lejárt, de finom, így álltok. Ja, 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 ja. ja, Érted? Igen. És nem volt más, ittuk. Ja. Szerintem ez egy tök jó végszó is, mert ála -e Istennek, nálunk van olyan, ami nem járt le, és úgy finom, de vicces félretéve. Ahhoz képest egyébként éve éve még járt, így is rohat jó volt a teljesítmény, most már nem ez van, tehát most már minden, meg kell minden lehetősége adott, adott. ma is rácoknak ahhoz, hogy ezt megcsinálják, hogy tudjanak teljesítményt hozni. De régen azért ez nem így volt, de ha kíváncsiak vagytok, hogy mi hogy csináltuk régen, én egyébként a mézben hittem, a méz, az az, Az, az oral. Nagyon Kicsi mennyiséget iszol meg, és a verekedésnél nagyon fontos, hogy ne lötyögjön a hasadban, semmi, nem mm -hmm. játsz meg egy ennyit, mert lötyögni fog a beledben. Az, hogy ezt megiszod, először a gyomor elkezdi melegíteni, az is energiát von el. Tehát, és csak utána kezdje el szétbontani. Na most a méz, az egy lágy dolog, puff lecsúszik egy kort, méz, 15 perc. Tudom, ez, ez ugye teljesítmény fajten. után? Rávaló. Tehát nyilván ugye erről imi azért szerintem naposzat tudja ja. hogy és Ahogy szénhidrátokról. A... A... Szénhidrátok, tehát De szénhidrát, kell, ami építi az izmot. De a méz, én azért szeretem a mézet, mert a méz az annyira, az gyorsan fölszívódott, és nem csak földobta a vércukrot, hanem ha fölmódott, és tartotta sokáig. Nem is dobta fel annyira. Charger, meg ezek, Egy kérdés, amely fölírtam ezt, azt mondtad a fiatalok, és akik odajárnak a te termetbe, és ezzel akár tényleg le is zárhatjuk, mert ez, ez passzol is az alaptémánkhoz, hogy most is megvan a szenvedély? Mert például az a, a, emberke, most Zsoltnak hívják, aki, aki ezt az egészet csinálja, mint a Pure ő ugye ő csinált egy másik márket, ami az elég komoly karrierbe befutott, ő nem testépítő, de olyan szenvedéllyel imádja ezt a sportot, mint a testépítés, meg úgy elve a sportokat, hogy azért tud olyat csinálni, hogy minőségben és ízben is, és a kérdés az, hogy, hogy ez a szenvedély, ez a mai fiatalokban is megvan, annak ellenére, hogy PC-vel dobálnak minket, meg mindenféle hülyeség, mindenki simítgatja itt a határokat, ezt te látod még, tehát még, még van esély? Egyébként igen. Hála Istennek. Egyébként igen. Tehát a, a férfi 01-es verzió az marad, az van. Most oké, sokan divatosak Csak Divat... kevesebben is több a 03-as? Vagy... Sokan divatosan, divatosan akarják élni az életüket, és ez most nem annyira az, de de azért mi még mindig sokan vagyunk, tehát alapvetően a férfi azért nehezen fogadja be, hogy, hogy mosogatni kell, meg egy csomó, tehát hogy nem Ugye áll. Tehát, de most csak mondtam egy hülyeséget, de itt nem az a lényeg. Egy férfi azért mégiscsak nehezebben fogadja be. Az olyan dolgot, ami alapvetően nem az ő feladata, hanem egy női dolog. És most ezt meg én azt mondják, hogy szexista vagyok. De hát a férfi az férfi, a nő meg nő. És pont. ennyi. És pont. És nincs tovább. És egyik se akar a másik lenni, mert nem. Mert miért akarna? Ennek születtem, ez vagyok. Ennyi. Ha elfogadsz? Nem, akkor viszont nyasgem. Tehát, hogy ennyire egyszerű a story. Akinek nem tetszem, és ez az, amit én szoktam mondani bent a lányban, lányoknak is. Hát most azért kéne megcsinálni az óromat, mert hogy nem te... te figyelj mert akik nem tetszik az órod, az miért nem megy el a súnyiba? De most úgy őszintén. Az arra nem kell szóbálni. Állj olyanokkal szóba, akinek tetszik az órod. Nem kell. Tehát, hogy nem magadból kell levágatni egy darabot, meg átalakítani. Tehát, te érted? Most innen már csak egy lépés az, hogyha az lesz a divat, hogy fasztoperáltatunk a homlokunkra, akkor mi neki egy szarú lesz az Tehát, hogy ezek, és most így kezdek bepöccenni erre, mert ez tényleg ilyen, hogy, hogy Ebbe vagyunk most, tehát 16 éves gyerekek, mindegy, hagyjuk, nem akarok bevenni, de igen, igen. De azért mondom, hogy talán az, a, hogy figyelj, ha látja, nem tudom, és Schwarzeneggert, vagy ezt a jó embert itt, hogy, hogy, hogy ezek az egy A kaposvári Schwarzi. Igen, a, kap, a kaposvári Batman érted, meglátja, és akkor azt mondja, hogy figyelj, fú, a csávó, de néz ki, ó, mert milyen összehagyja, hogy a betonacérre csomót köt meg, nem tudom. Hogy lehet, hogy azt mondja, hát én is akarok így kinézni ha meglátja, nem tudom, a UFC-t, meglát egy pár, akkor szintet, hogy ezek azért motiválnak ezek a dolgok, azért nem, ne menjünk el Akkor az nem fog kiveszni, ahogy az okra testépítés sem. Nem fog kiveszni, sőt, visszatér a divatbe, ez olyan, mint a csőnadrág. Tehát, hogy itt el most szűket hordanak, de lehet, hogy jövőre hm. már megint a cső lesz a divat. Tehát, hogy mm, ez, ez, ilyen, divat. Divat. Ez frankó. Jó van, srácok. Hát egy elég komolyan kis testosteron fűtötte hogy lett itt a végére, de, de tényleg még egyszer köszönöm mindenkinek, és főleg neked, Sanyi. De látom, köszönjük. az íz, ízik, íz, 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 a, ízik mm. Kérsz még? Van Nem, még. Egy ilyet adjatok. Egy Há, ilyet az <coughs> szóval. <coughs> Na, azt akkor tedd ezt ez tényleg baromi finom, meg a feleségem... A az összes ilyen egyébként. Ugye ilyenből, ezt esküszöm mondom, ebből lehetne csinálni fagyit. Persze. veszel egy sima 10.000 fontos fagyigépet, és ami, ami fagyasztva keverget, és olyan fagyid lesz belőle, és nincs benne cukor. Tehát ez nyugodtan. Nincs benne cukor, ilyen karom lesz, és nem pedig ilyen fejem. É, e. Így, van. Tehát, van mert így van. Hogyha már ha és férfi fél... maradsz mellette, tehát én Igen, tehát a pizza hátba ez a pizza hátad lesz, érted? <laughs> ha meg dohányzol, akkor pel melled, érted? És most <laughs> még, még, még mondjak egy pár ilyet. Tehát nem akarok reklámokat mondani, de a lényeg az, hogy, hogy ez egyébként, ez a termék, ez tényleg egy olyan, hogy nem ismerem, én nem iszom ilyeneket, meg nekem azért mindig vigyázzom kellett a súlyomra, és mindig attól féltem, hogy ettől, ettől nem fogsz ízni. És hogyha nem úgy tereled az izmokat, akkor az sem nő meg akaratod ellenére. Figyelj, tudod, mit kell egyébként, üzletileg nem ez lenne a legnagyobb poém. Na. Azt kéne ráírni, hogy figyelj, ettől három centit nő a pöcsöd. Elhiszed, el el hogy, sokkal több ember van. Az hátulján rajt van. Rajt van. <laughs> de, apra, de kis betűn betűn kell. A ezzel, betűn kéne, betűn. ezzel kéne, és hidd el nekem, lehet, hogy tényleg nőd. Most tök mindegy, hogy most nőne vagy nem. De ha már úgy érzed, akkor lehet, hogy igen. És akkor innák, mint a vadállat egy csomó. Hát igen. így is isszák. Így is meg, hát ez <laughs> önerve, akkor nem, nem kerek lám. <laughs> ez jó, Ezt nem azért... mondhatjuk ki, de azért is hogy figyelj nekem ettől meg. Ó, és akkor meg. Nem, amik, hogy tényleg jól, jó fogy. és jó én például ezért az ízért, ezekre az ízek Vagyok. Én, én is ittem ilyen nagyon szarokat, sportrobbit is egyébként nagyon régen, majdnem egyidősek vagyunk, de amikor ezek így bejöttek, és így rájöttünk arra, hogy nem kell szarnak lenni a fehérjének ahhoz, hogy hogy hason is, akkor azért ez egy nagy... Nagy áttörés nagy volt, Nem új, aha, így van. De ez, de ez milyen ostobaság, nem? Hogy, hogy tényleg ki kell egyeznie a rossz ízzel... Az drága? A... Tehát jó ízt kreálni, Ez, jó Ezzel termékhez. nem akarunk fárasztani ugye téged, Sanyi, de, de tehát, hogy ha most itt euró meg eurócentekbe levezetném neked, hogy mennyibe körül ezt megcsinálni, meg egy ugyanilyen elméletek szóval tényleg... Rosszat. Csak rosszat. Akkor rosszabb ízben. A Főleg nagy mennyiség mellett, amit ugye egy ilyen cég gyárt és értékesít. Bajót. Hát, hát De miért? Az, mert, mert, már, az ízesítés, Nézd, ízesítő anyag... a terméknek a volt, te is említetted, az a, az a leges, leges, legfőbb alapanyaga. Abból van nagyon krémes, olyan, amit kiskanállal egy pohárba is össze tudsz magadnak mixelni, meg van olyan, amit a turmixgép is betonnál köt. Tehát mondjuk pusztán És Ez a legfontosabb, ez még nem is. Tehát ettől lesz krémes, ettől lesz jó állagú, ettől nem lesz mellékíze, mert azért megint te is említetted ezt, hogy melléktermék így van. Tehát, hogyha ez egy sajgyárba készül, ennek mellékíze is tehet. Tehát az, hogy egy, egy naturál, jó ízű, krémes állagú de legyen, az a legfontosabb, hogy ezt az alapanyagot választott hozzá. Na már most itt komoly euró különbségek vannak kilónként, amit a beszállítótól megvásárolnak ezek a cégek. A mi? Hát nem. Hát És akkor az aromáról többi sztorijal nem is beszél. Ez mindegyiknél ugyanúgy. De miért van? van az, hogy mindig a, a jobb ízű, a drágább? Jöjjünk hülyék a szar ha. drágább barom. De miért? Hova szóval hogy, miért rájöttél? Tehát, hogy mert ugye mire ízt a... kísérletezünk, az megkóstoljuk 70-78-szor. Meg tudod, én, én mindig ezt a nagymama húslevesét szoktam hozni, hogy a nagyinak az Sok. jó a húslevese, mert jó répát a piacról tesz bele, jó csirkenyakot stb. És ez ugyanilyen, hogyha jó cuccokat keversz össze, akkor a végeredmény is jó lesz. Mindenből meg tudod venni az olcsósítottat, vagy ne adj Isten különböző trükkökkel, tökéletes, hogy jó vagy olcsó alapanyagot föl is tudsz trükközni, de ez most tényleg nem tartozik ide. Hát ez már, És ez... így lesz rossz a végeredmény, vagy már... jó. Szóval, ez már úgy hívják, tudod, hogy a a vendéglátóipar különböző trükkjei, tehát hogy a szart is el lehet adni, ha jól van És Viszont kimaradt a legfőbb hozzávaló a nagymama a húslevesséből, hogy miért, miért, az a legjobb, hát mert van benne szeretet, és ugye ebbe is. Egyébként most a viccet félte a pont, amit Timi mondott. Ebben van szeretet? Ebben van. Szeretet? van benne. deka. Egyszer a keretinén is árultam, a, szeret, a szeretettel és az nem volt annyira rendszerű. <laughs> <laughs> Amiben ember szeretett is benne Állítulak, volt. Állítólag igen, <laughs> igen, de ez csak egy, egy urbán legend, és nem voltam ott, csak én is hallottam. De ugye ebben nem olyan szeretem. Nem, nem ez, ez egy más jellegű. Yeah. Yeah. Más íz tényleg az a szenvedély, amit ugye Ibi említett, az a sok, sok, sok Ez a sok-sok éves szenvedély, szerintem ez, ez, amit ilyen módon akkor Igen, mert az az ember, lehet, aki ezt lehet. kitalálja, annyira bele van szerelmesedve a sportba, és tényleg, tényleg Kenny vágja is. Tehát nem ő előre nem megmondja, a sportban, hanem egyben így... az ember, mondja, az lesz a bajnok. Tehát amikor még el se kezdett edzeni. És ugye te is mondhatod, hogy ez a sportot, amit ugye ticsi, neked is kell egy szem, hogy, hogy, abból a virtusból, amit még a meccsről csináltam, te már mondtad, hogy aha, ott lesz a nagyobb izé harc. A gyerekekből is látszik ám, tehát már gyerekkorban is látszik. Akar egy rajt, kezedem. dolgoztunk még annak idején a Honvédban, egy Víg Péter nevezetű edzővel, és ő akkor elkezdett csinálni egy olyan, most, most, nem akarok nagyon túl, de már túl mentünk, mindegy. Csinált egy olyan, ö, egy dossziéban összegyűjtött adatokat a gyerekekről, ki mennyit tud húzóckodni, mennyit tud futni, mennyi idő alatt tud, nem tudom mi. És akkor ez odáig nőtte ki magán, hogy amikor már felnőtt versenyző voltam, és, 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 a válogatottban edzettünk, akkor ugyanúgy bejött a Víg Péter, mint eltelt 15 év közben, vagy 20, és akkor bejött, és hozott egy ilyen jó vastag anyagnyi dossziét, és annyit mondott, hogy figyeljetek, srácok, itt van, ezt ki kéne tölteni, és akkor ilyen kérdőív volt, azzal a célral, hogy ő azon dolgozott, hogy egy kérdőívet, ha kitölt a már olvasni tudó gyerek, és egyszerű kérdések, egyszerű igen, nem talán válaszokkal, hogy ő ezt akkor úgy ki tudja értékelni, hogy kiderüljön, hogy küzdő sportolóként, majd felnőttként ő alkalmas -e arra, hogy olimpiát nyerjen. Hmm. És egyébként sikerre járt, mert hogy jó volt, csak az a baj, hogy ezt olyan korán kellene kitöltenünk, hogy a gyerek nem tudja elolvasni. Tehát, hogy itt bukott el az egész sztori. De valójában arra érdekes volt, hogy közöttünk is, akkor ott a válogatottban is, és különböző aspektusok voltak, tehát mit tudom én, a bűnözésre való hajlamtól kezdve, a nem tudom, szadista, a nem, tehát hogy egy csomó minden kijött ebből, hogy ki milyen ember. És képzeljétek el, hogy a a Majoros Pista töltötte ki az egyik leg, alkalmasabban arra, hogy olimpiát nyeren. Én voltam, aki másodiknak voltam a, uh -huh. az ő listáján. És a Pityu megnyerte az olimpiát, én meg egy, ez is lettem. Tehát, hogy ez abszolút kijött, de valójában ebből komoly eredmény nem született, mert előve ki lőtte magát, de nagyon érdekes volt, hogy ilyen kérdésekre válaszolni, hogy szeretem nézni, hogy... Ja, ez volt a kérdés, szeretem nézni, hogy szenvednek az állatok. Igen, nem, Néha. <laughs> tehát, most e és ebből kidőlt, hogy ki nem, az bajnok Nem, ki az, aki egy igazi barom állat, érted? Mert mindenki jött belőle. És akkor Pétertől mi kérdeztük, hogy hogy most ezt, hogyha én azt mondom, hogy nem, de valójában igen, akkor ezt te hogyan tudod? Azt mondja, ne, 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 ne itt van egy csomó oldal, itt én rákérdezek még keresztbe erre a dologra. Tehát, hogy hidd, de nem tudsz hazudni, mert ha hazudsz, az is kijön. Tehát, hogy nem tudsz kamuzni, és ha kiderült, hogy egy pervers vadállat, barom szadista állat vagy, akkor az is kiderült. Egyébként kémű, nagyon hogy sok ilyen tesz van egyik legkivésebb az a Myers Briggs. Tehát, egyébként ezek gyakorlatilag modellezhetőek. Uh -huh. És tényleg, ha föltesznek 500 kérdést, és nyilván az a nem fajta nyitottság átverni. azért az kell hozzá, hogy tényleg a legjobb tudásod szerint próbálsz rá válaszolni, de ha ezt megteszed, akkor egyébként, főleg, hogyha ezt időről időre teszik meg, és, és átmész a teszteken, akkor azért. Ki lehet belőle bizonyos dolgokat, az így van. Nem, az, a sziológia nagyon fontos. Sziológia fontos. Meg eleve egyébként. nem érdemes akkor foglalkozni vele, hogyha ő nem olyan gondolkodású. És tudom is, hogy ki a legrosszabb közülünk. És nem is tudom. Nincs börtönben sem. egyébként, de. Aha. De majdnem. De nagyon szeret az autópályán a leállósában közlekedni, meg ilyenek, amikor beáll a forgalom. Tehát, hogy tényleg hajlamos. Uh -huh. És a Péternek ebben igaza volt már, aki csinálta ezt a tesztet, hogy, hogy ő tényleg hajlamos volt ilyenekre. Úgyhogy nem, nem, tudsz hazudni. De valójában a visszatérve erre a koktélre, ez nagyon finom volt. Szombat estére mondjuk egy kicsit egy több, -kóla jobban kicsit esett több volna, alkohol tartalommal. A <laughs> <tölhettem ola be. gül> ja. Ne, tényleg viccet Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Sanyi. Reméljük, Én hogy azért az jól most... érezted magad. Jó, hát most mennyi az Itt idő? Me Megsirattál mindenkit. Hát mindenkit nem. Minimum a Lacit. De Lacit igen, és, és... de tényleg egyébként ez, ez, nagyon jó volt, szerintem. szerintem Tudod, te, is, hogy, te hogy értékeled, Laci, egyébként? Szerintem ez a legjobb, is a legjobb is marad. Nekem végül is nem tudom. Nem jó látni, hogy vannak annak srácok még, akik ennyire... Alázatosak, és tényleg ott vannak fel. És, és egyébként ez, ez, amit most kimondtál, az az alázatos szót, ja. hogy alázatos a saját sportágával ja. szemben, bármi történjen, és na ez, ezek... És most nem, tényleg nem akar nem ismerlek, nem tudom a teljesítményedet, nem tudok semmit, de amit látok belőled, az, az az biztos, hogy ha valakinek megvan a szansa arra, hogy nagy pályát tudjon befutni a saját sportágában, akkor az te vagy, mert az alázat és egy csomó olyan dolog benned van, ami ehhez kell. És hidd el nekem, hogy ez azok az emberek, akik tényleg nagyok voltak, azok ugyanilyenek voltak. Jó, már lehet, hogy dollármilliárdos sávó, és teljesen mást mond, de amikor fiatal is, takony voltak, a pont ugyanilyen kis szakállos fizé volt, és És hidd el, hogy ez így kezdődik. Tehát ezek fontos dolgok. Nem úgy kezdődik, hogy te vagy a császár és a király. Egy senki vagy és ezt fogadd el, és akkor utána leszel majd valaki, de ezt csak magadnak köszönheted a végén. Most ő nem mond semmit, csak mosolyog. Nem tudok szerintem tudom egyébként mondani. E, Márknak te egy kicsit adjuk oda a szót, mert szerintem ugyanaz a, ugyanaz a nem ez most nagyon hülye hangzott, de, de, egyébként tehát ugyanúgy, ahogy megérintetted ezekkel a szavakkal a cit, én azt gondolom, hogy Márkot ennél lehet, hogy még húszszor jobban, csak hogy ő, 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 nem egy kicsit ilyen sokkos állapotba került? El? Most tök de szinten... egyébként de, de főleg ami de nekem ez ilyen nagyon-nagyon hogy mondjam, mélyen érintett ez az egész, ahogy, ahogy így, ahogy, így, így, Laci is mondta a dolgait, ugye amúgy sok mindenben magamra ismerek, csak ugye nyilván még mi se ismerjük annyira egymást, hogy, hogy tudjuk, hogy kinek milyen volt az élete, de sok mindenbe tudok azonosulni, és én azért, azért is maradtam így csöndbe, és így csak hallgattam, hallgattam végig a dolgokat, mert ezek, ezek nekem így jönnek fel, és ez kurva jó, hogy látni, hogy, hogy nem csak nekem voltak ének, hanem másnak is, és másnak is, én is ezt vallom, hogy, hogy Lentről jönnek mindig a... most ha Meg kell járni a szamára. Persze, te. senki se úgy jön ki az anyából, hogy én testépítő Tehát bajnok leszek. Kevesen jönnek. Igen. Úgy, kevesen jönnek, ne. úgy hogy tudják. Ezt a srácoknak is szoktam mondani, hogy, hogy hát új mester, ez nagyon nehéz megtanulni. Tehát mutatok valamit is. Akkor... Hát igen, kevesen túl, Kevesen születnek úgy, hogy már tudják. Kevesen vagyunk. Ez a Tehát nem ezzel azt szoktam legyen. mondani, hogy én ilyen vagyok, de nem, egyébként nem. Azért vagyok ilyen, mert egyébként meg, ez megint sokan ezt, amit, ahogy most mondom meg, amit mondok, ez sokan úgy, úgy ítélik meg, hogy úgy nagy képűség. Nem. Nem, de nekünk, sportolóknak kell, hogy önbizalmad legyen. Ha nincs önbizalmad, akkor most, most úgy, kérdezek tudod valamit. Úgy, úgy, mégis ki a ló pikula fog hinni benned, ha te még magadban sem. Abszolút, ilyen. Tehát, hogy én hát, azért az önbizalmat, nyilván az a sok szenvedés, akaraterő, és, és amin átmentél, az táplálja. Az a is átkerül. dobja, de ennek alapjában kell lenni, Kell, hogy Egy olyan szint. A meló szint, meg, a me a a a az, az abszolút a, meg tolja. Tolni, aha. De, a, de ke, alapjában kell, hogy legyen egy alapszinten egy olyan magabiztosságod, amit te tudod, hogy én tudom azt, hogy ezt erre képes Ezt meg tudom csinálni, Valójában ez úgy kezdődik, hogy játszod először, te is úgy kezdtél, elkezdtél, hogy ó, ez ő tök jó, meg ez, és akkor bele És aztán én nekem pont az volt a, az egész karrierem, hogy, hogy, én nem akartam úgy sem, én nem akartam olimpiát sem jön. Ott sem megkérdezted volna, hogy akarsz nyerni? Akartok nyerni, nem nyerni akarok. Tudod, mit akarok? Maga a büszkeség, tehát hogy az, ami minket hajt, hogy, hogy az maradjon meg, az mindig legyen itt, hogy, és akkor én ezt akarom. Tehát, hogy azt, hogy most nyilván aztán ott a végén nagyon szomorú voltam, hogy nem, nem az én kezemet emelték, de hogy de ez megtörtént sok versenyen, hogy még, ugye mégis az enyémet, de nem voltam boldogabb, vagy hanem elvégeztem egy munkát, és véget ért ez a feladat. De utána már gondolkoztam a következőn, és aztán a következőn, és aztán a következőn. Tehát, hogy ezek ilyen időszakos ilyen folyamatok, tudod, amiben így benne vagy, és akkor csinálod, és magával ragad, és akkor ilyen taposó malomként így csinálod végig, aztán egyszer csak eljutsz odáig, hogy mint a videójátékban, hogy, hogy nyomatod, és akkor hú, uh, már jön egy fő ellenség. Hoppá, jó, várja itt, ez már még nagyobb, várja. Jó, de nekem már a fegyom föl van. Nézzé, hype van most már, ez, ez, ezt is le tudom nyomni. Érted? Tehát, hogy, és így saját magadat így fejlesztett, fejlesztett, és akkor a végén a legfőbb ellenség, és akkor ezt csak kiírják végig végigjátszottat az egészet. Most én ezt kívánom nektek, hogy ezt érezzétek meg, hogy abban a szakmában, amit ti csináltok, hogy érezd azt, hogy the end, hogy... hogy nem, most hova? Mi, mi leszel még? Tehát, hogy érted? a Holdon nincs bajnokság, meg a Marson. Tehát majd, ha lesz, akkor majd arra is fölkészülünk, érted? De, mert hogy vagyunk ennyire nagy arcok, nem? Hogy majd akkor, de a né, olimpia, oké. Okay. És akkor egyébként kevesen vannak, a Növényi csinálta, én, és nagyjából ketten vagyunk. hogy Én nekem az volt a célom, hogy egy csomó olyan bajnokság van, ami nem olimpia, de viszont rohadt nagy dolog. Tehát, hogy még egy, egy van benne, amit még nem nem csináltam meg, azt szerintem azt nem fogom már megnyerni. A világjátékokat nyertem. Olimpián ezüstérmes voltam. Tehát, hogy én mind a kettő. a világjátékok nem olimpiai sporták olimpiája. Kuro nagy dolog egyébként. És akkor tudod, mit nem nyertem? Kérlek szépen, van egy olyan, hogy Nadam, Nadam Games. Ez a Mongóliában van egy ilyen, hogy sasbírkózás Ilyen ilyen mellényben, meg ilyen kucsmában, meg ilyen hülye lovas csizmában, ilyen kismuk pirkoznak, pirkóznak súlycsoport nélkül ilyen vadállatok, és az nyer, aki földhöz vágja a másikat, és akkor, de úgy kezdődik a sztori, hogy oda gyűlik egy csomó birkózó, egy ilyen köntösös fazon előjön, de valami, nem tudom, pópa, nagyon nagy király, nem tudjuk, hogy ki, nem az én kultúrám. Oda jön egy ilyen fickó, sámán. és azt mondja, ilyen, ja, ilyen sámán, ilyen táltós, vagy nem tudom, ja. és akkor jó, mindenki válaszol egy ellenfelet, nincs sorsolás, és akkor oda valakihez, és akkor mehet, és akkor -z 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 földhöz vágod. Csávó elkullog, félre megy. És akkor mindig azok maradnak benne, akik győztek. És a végén marad kettő és az nyer, aki a végén nyer, de az visz mindent. És ilyeneket lehet nyerni, hogy hoznak neked egy Toyota Land Japánból. Egy nyúl kilométerest. De, és Mongólia, azt hiszed, hogy lovat fogsz nyerni, meg ilyenek. Nem! Nem, nem, meg sajtot, meg ilyen szarokat. Nem! Mondom, a földet, hogy ameddig a szemel lát, meg ilyenek vannak. És ez a Nadam Games ennek az olimpiája. Tehát, hogy ez, ez egy ez egy nagyon nagy dolog. És meg fogod próbálni? És én mindig ki akartam, voltam Mongóliában, és, és hallod, nagyon kemény. Tehát, hogy oké, okay, nincs tenger, nincs, de amikor leszálltam a repülő, repülőről, repülőre, így kiléptem, hajjá, de én itt otthon vagyok. Tehát, hogy ilyen rohadt nagy hegyek, meg minden, semmit nem más, csak hegyeket, de valahogy olyan, én otthon voltam ott, én nagyon jól éreztem magam. De nem az a poén, hanem az, hogy ez a birkózás, ez engem annyira vonz, és aztán tuti, hogy egyszer beülök a terepjáróba, elmegyek kocsival Mongóliába, ezek ilyen, ilyen vágyaim egyébként még és ott elindulok egy ilyen rohat versenyen, és földhöz vágok egy mongolt. Tehát, hogy, mert hogy ez nekem, ke, ez nekem még kell. 44, Figyel, vagyok... 44, évesen ez már kell majd a fehérje is, de majd segítünk. No, de mondom, akkor... Volt, én, no, majd szólok, meg amúgy is ez könnyebb szállítani, nem romlik meg. És gondolj bele, birka húst viszek magammal, az hát, necces, necces. két naponta meg. Bigát, bigát, azért a hátadon vigyél, amit ott kis borjuként, és akkor oda érsz, akkor egész erős lesz. Nem, ez egyébként ez egy rohat, nagy kaland, és a, ez egy ilyen megkoronázás, megkoronázása lenne ennek, meg amúgy nagyon díszes nagyon színes. Majd nézzétek meg az interneten, hogy van egy ilyen... Nadam Games. Igen, egy ilyen verseny, és van íjászat benne, meg mindenféle lovas. Ja, autentikus akkor. Nagyon, aha, de aha. ők nagyon adnak erre. Ez, egyébként ez maga a birkózás, de a birkózás a, 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 az egyik legszeretettebb része a dolognak, de majdnem minden ázsiai országban ez van. Én egyébként szoktam mondani, hogyha nagyon szép dolgokat akarsz látni, meg nagyon jó arcokkal megismerkedni, meg rohadt jól érezni magadat, akkor nem kell átmenni az óceánon. Tehát, hogy maradj itt ezen a kontinensen, csak menj el keletebbre. És hidd el, az arcok nagyon jó fejek. Tehát, hogy mondjuk én ezt könnyen ugatok birkózóként, meg meglátják, hogy törött a fülem. Minden nem nagyon kötnek belé, nem? nem, nem, senki nem kötözködik veled, de tényleg. Tehát, hogy tök barátságosak, hanem mindenki, ú, uh, várj, te birkózó vagy, na gyere, akkor együnk egyet. És akkor már leültet, és a gyere, itt van még kis lóhús, és no, adjál Ember, tehát, hogy, és ezek, ezek, megtörténtek, ezek rohadt jó dolgok. Engem mindig ilyen élményeim voltak a Kazasztán, meg mit tudom én ilyen helyeken, hogy ezek ilyen nagyon barátságos arcok, és nagyon jó hely. Tehát nem kell nekünk ahhoz elmenni, megnézni a jelosztont, hogy lássál Geizirt, mert ide van, Kazasztánban is az. Tehát minden van. És egyébként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ja, mi, 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 van Mongóliában, mondják a haverján, mi, mi, van Mongóliában, jurtában laknak ezek az emberek. Hát figyelj, elmentünk hozzájuk. Az egyik haverom elvit, az ő haverjához, aki ilyen lovas szerszámokat készít, ilyen kézműves. Aha, aha. És két gyerek, két fia volt, és azok ott verekedtek egy ilyen marra nagy kutyával a fűbe. És akkor mondom a csávónak, fordított a haver. One sec. One sec. Mondom a csávónak, mondom, figyelj, hogyha a, a, gyerek beteg, hallod, mentünk másfél órát földúton, mire odaértünk a hegyoldalra, úgy jutottunk el hozzájuk. És mondom, te figyelj ma, a gyerek valami beteg lesz, vagy megsérül, vagy valami baja van. Mit csináltok itt? Hát se telefon, se semmit, hogy, vagy viszed orvoshoz? És akkor így lefordították neki a kérdést, és így áll az ember, és látom, hogy ilyen értetlen fej, értetlen fejt. tudod, Mondom, faszi nem érti, hát fordíts már lenne neki megint. Azt szóval, nem, nem azért nem érti, Sanyi, te nem érted. A csávó nem érti, amit kérdezel, mert ezek nem betegek. <laughs> Tehát, hogy én nem fordul elő, mert nem betegek. De mondom, miért nem betegek? Azért, azért Sanyi, mert itt mínusz 25 fok van télen, és egyébként nyakigérű hó, és ez a két gyerek, Ugyanezt csinálják, csak kabádban, meg csizmában, és ugyanígy ezzel a kutyával küzdenek ott a Ennyi. hóban. Tehát, hogy, de ez ilyen játékos, ott nem, nem persze, Bírkóztak. És nagyon királyság egyébként, és tényleg így volt. És akkor mondom a csávónak is, ha be kell menni a városba, hallott, bevitt a júrta mögé, és a legújabb Lexi. Uh. ott állt a Lexus. A legújabb. Ott már láttam, hogy van tányérus tévéjük is, arra mindenük volt, hallott, tényleg minden kellene jobb. Bevitt a jurtába, leültetett az ágyára. Gyere, ülj le az ágyára, de ülj az ágyadra. Ne, 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 megsértesz, ülj le. Mondom, Jó, van, leülök. A csaj, a csaj egyből hozta a ilyen sajtokat, meg mindent. Nagyon, barátságos népség, tényleg nagyon. Visszafelé egyébként visszatérve erre a fehérére, ott baj volt. Hozták ezeket a szárított sajtokat, meg minden ilyen kancatejből, meg milyenekből. Na, arra sok lovuk volt. És akkor mentünk a kocsival, és hát figyelj, ilyen úttalan utakon kellett mennie hegyek között, tudod, de egy, egy, bokor, egy fa, egy szikla, egy semmi, csak ilyen füves izék, és csak az út, tudod. És éreztem, hogy várjál, mondom, ez sajt, ez nem annyira jó, azt én nem szoktam meg a bélés. Mondom a havernak, te mondom, figyelj már, mondom, rám jön egy ilyen cifra. Akkor itt most mit csinálok? Azt mondja, azt, amit a többiek. Mondom, mit, miért ezek hova mennek fosni, ha kell? És figyeld, azt mondja, ne, 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 ne. Azt mondja, figyelj, töröl a derekat között, és akkor legugolsz, és ott vagy. És akkor te akkor jutott eszembe, hogy amikor jöttünk, akkor mi láttunk ilyen arcokat törölni, a szöveg gugolni, így, így a pusztasságban, és nem értettem, hogy mit csinálnak. Aztán rájöttem, azt hogy ott ott koncentrálnak. Utána, hogy... Nem, mert mondom, ott Google vagy nem tudtam, mit csinálnak, és akkor jöttem, hogy ezek ott kalál, kakáltak. Tudod, nagyon ha. kemény, hogy ez ilyen izé, de tudod, nem foglalkoztak vele, mentel egy ilyen helyi busz, tudod, így zötyögött minden csávok meg ott tudod, <laughs> Aztán persze elő kellett venni a török de nem volt gond, mert megoldódott ez is két nap, és utána elmúlik. Tehát, hogy nem, ezek ilyen jó cuccok, meg kell szokni a helyi, a helyi ízeket. Ez a jó baj az. Az. Hát ettől majd ők fognak. <laughs> ja, ja, ja. Na jó. Szerintem ez, ez nagyon jóra sikerült, srácok, és, és tényleg akkor így utoljára még egyszer megköszönni. az, az, az ott a csúcs. <gül> <gül> a, igen, ezzel a törölköző sztorival a törőközös sztori Ja, a nem, a, hát így... a pontot. Ugye, ilyen, ilyen sztoriban nagyon, nagyon hát gondolom, nem. holnap után után hát hát tudnánk ezeket mondani. Tudnénk. Tehát Amerikában is annyi hülyeséget csináltunk, tehát hogy mindenhol, mi, Tersze. mi, mi bírkozok, minden jól érezzük magunkat. Ez azért tudni kell, hogy vidám társaság. Köszönjük akkor, srácok. Ja. Köszönjük. És akkor vehetek meg két hét múlva. Ugyan. Ugyanígy. Ugyan ugyanekkor. Ugyanígy. Ciao, sziasztok. 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 sziasztok.